uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra úgy pontosan 11 perce. Jó reggel! Jó reggel! Sziasztok! Hello, Feri! Hozzá! Ja, hello, bocsi, ne haragudjatok el. Nekem jól szól, gyerekek. Neked jó, akkor most már nekem is. Én nem érzek változást, te? Hogy szólsz? 1, 2, 3, 4. Mondj valami. 1, 2, 3, check, check, 1. Check, one. Nem olyan, nem rossz. Nem rossz. Nekem most egy picit változott az orgánumom, mert tegnap bekaptam szerintem valamit. Na, haragudj. Újúj. Mert hogy valami elkezdte így egy kicsit kaparászni a torkomat, és akkor reggel már éreztem, hogy itt valami bekúszott az ősszel együtt a torkomba. De nem baj, legalább a hangom férfias. Nem, mert akkor felszakad. Ja, akkor hagyd így, szexi. Azt inkább most hagyjuk. De valami kis influenza, vagy mi? Valami igen? Ilyen. Lehet egyébként az, hogy hirtelen bejött ilyen kicsit hidegebb, és akkor így kimentem futni valamelyik nap este, és akkor teli torokból vettem a levegőt. Nem voltam elég óvatos. Mi fél torokból szoktad? Persze. Tessék. Hogy? Amikor tessék hideg van, akkor jobban oda kell figyelni már egy picit, és akkor többet kell venni. Orron keresztül, orron beszálljon ki. Menő. Hát úgy akkor legközelebb úgy, jó? Nem, majd nem akarom majd annyira azokat az 5 perces kilométereket, és akkor majd nem kell annyi levegő hozzá. Jaj, pont valami futásosat álmodtam, most jó is, hogy mondod. Nagyon benned maradt, hogy nem hívtak el téged. Valami futóversenyen voltam, és úgy futottam, ahogy mindenki akar futni, hogy minél gyorsabban futottam, annál jobban nem fáradtam el. És ilyen nagyon menő volt. Pedig általában pont fordítva szokott lenni. Tehát, hogy nem, mert nagyon megtekered, akkor már visszalendül. Igen, és ez ja, volt. Az is így. És képzeld el, hogy csak így futottam, és valami 6 kilométert kellett lefutni, és egyre gyorsabban futottam, és egyre jobban nem fáradtam el. És annyira jó volt. Tudod, amikor álmodba tudsz repülni, vagy tudsz ilyen nagyon gyorsan úszni, vagy valami olyat csinálni, amit egyébként nem tudsz. És amikor egyáltalán nem érzed a fáradtságod, és egyre jobban gyorsulsz, és nem érted, ez hogy lehet. Ez ritkán van. Ez igen, sajnos ez. És aztán nyertem is. És akkor így integettél, Alonso, Fettel. Igen, nem voltak. Raikkonen. Nem, valami lányjal versenyeztem. Valami lányjal versenyeztem. Na, megint itt hívsz ki egy lányt. Nem értem, hogy miért kellett nekem lányjal versenyeznem, de ő volt az, akit lenyomtam. Biztos valami világcsúcstartó lehetett. Nem, valami ismeretlen volt. Nem. És amilyen erdőben, meg ilyen szánton futottunk. Terepfutás ráadásul. Menő. Befutottatok a végén virágos mezőre? Megszabadultatok a ruháitoktól? Nem, utána hirtelen a Nadalnak a csapatában voltam. Na jó, valami szállodában, ahol a Nadal nem tudta, hogy ki vagyok, én pedig a csapatjához tartoztam. És a válasz a zokogon, és Kínában is most elvert ez a rohadt Gyokovics, pedig én azt hittem, hogy ebben az évben már én vagyok. Igen. Nem, valami rendőrök jöttek érte, hogy őt megbüntessék, és akkor én, mint a csapattag, megpróbáltam őt kimosni, de ő nem tudta, hogy én a csapatában vagyok. Aha. Viszont sikerült valahogy kimosni abból, hogy őt megbüntessék a rendőrök. Szóval, hogy engem vigyetek, engem, ne őt. Nem, azt beszéltük a csapat többi tagjával, hogy miért ilyen szótlan. Hát, ha be akarnak, mindig bőridetesek. Mert magyarul beszélgetetek, ő meg is van. Igen, de ki őrülne, ha rendőrök akarják elvinni. Valamelyik labdája biztos átlépte azt a sebességet, ami még szabad. Igen, úgyhogy nem tudom, én nagyon fura álmaim voltak. És mi van a múltkori álmoddal, azt megoldottuk? Nem tudom, melyik volt. Minden nap álmodom valami beteget. De volt egy visszatérő álmod, amire gyógyírt kerestünk. Szülés? A szülés. Hát azóta nem volt. De azóta nem szültél, jó? Azóta nem. Mindig akkor álmodom valami beteget, de most szülés eset nem álmodtam. Na az, ugye azt azzal oldottuk meg, hogy itt levezettél egy szülést. Igen. Tehát ha azt akarod, hogy ez az álom se jöjjön, akkor le kell futnod egy maratont, hogy a futás elmaradjon, és a Nadal csapatába kell tartozni. Hát, és szerintem várjuk meg a végét, mert azért egy reggeli műsorral együtt forgó late night show az egyre több és durvább. Rémálmokat, ahogy közeledik ugye az a nap, igen, amikor bemutatkozik. Az vasárnap este. Hiszen ha már így mondod, akkor hát ez természetesen vasárnap este. Ez most vasárnap este, 9-kor az X-faktor után. Igen. Na ezért sem tudsz elmenni például a Spár Budapest maratonra. Mert hogy az is akkor lesz. De vasárnap? Aha, akkor. Az nem. Kimarad. Nem. Jól látok? Mondjátok, hogy igen. Hát szerintem jó lesz. Nagyon jó. Nagyon jól. Tegnap csak forgatás volt, nem? Nem, tegnap csak egy értekezlet volt. De rövid, ahogy látom a fejében. Igen, kifejezetten rövid. Intenzív most nagyon a meló. Egyetlen egy napunk van, a szombat. Nincs kamera próba, meg ilyen. Az péntek. Azt akarták, hogy szombaton pihenjünk.
ezek kedvesek, ezek a férfiak, akik ott bent intéznek benneteket. És mi vasárnap ilyenkor, ha élő műsort csinál az ember, akkor egész nap benn kell lenni. Hát vasárnap már délelőtt próbálsz, kamerapróba, stb. Aha. Délután, igen, ez tulajdonképpen egész nap. És akkor este 9-kor kezdünk. Belő. Szombaton van a pihi. Pénteken pedig a száraz próba. Ki lesz a vendég az elsőben? Nem mondjuk már. Lesz vendég az elsőben? Várjál, megyek én előre. Most hát mi tettünk egy felhívást, aztán erre még várunk. Tényleg. Hát igazából, tegnap. Ugye tegnap meghívtuk a vágót, hogy jöjjön el, és akkor ott tudjuk ezt a nagy félreértést, ami köztünk van tisztázni, meg egy csomó mindenről beszélgetni. Ez ki is ment a fejemről, mert annyira nem hiszek benne, hogy eljön. Egyelőre nem reagált, de mi számítunk rá. Aha. Természetesen van Béter, de... Még úgy sem reagált, hogy hallom ám, hogy... Nem, az a baj, hogy még úgy sem reagált, hogy ha akkor jön, ha én nem vagyok. Aha. Ami pedig érthető lenne, igen. Ugye? Ha te nem vagy, akkor szépen eljön. Még ezt sem mondtam. De nem tudom, hogy hallott-e, úgyhogy még ez a felhívás ez áll. Aha. Az István felé, hogy tehát jöjjön. Ha akar, akkor most vasárnap bekerülhet a... Igen, viszont lesz egy valaki, akit még nem árulunk el, majd így a hét második felébe, az viszont nagyon jó. Tehát az nagyon nagy poén. Ja, igen, felfoghatatlan. Felfoghatatlan, hogy ezt elvállalta, de nagyon helyes volt, hogy elvállalta, úgyhogy ezt majd elmondjuk, ezt úgyse tudod kitalálni, de nagyon nagy lesz. Kölcsön kértétek Hedövét Hajdútól, vagy mi? Igen. Valami ilyesmi, egyébként valami ilyesmi, csak nem kölcsönkérés, de az egy nagy geg lesz. Úgy tervezik egyébként, hogy sok ilyen pillanat lesz a műsornak, amikor így a nézők nagy része így a kezeibe temeti az arcát, hogy ezt nem hiszem el. Na hát lesznek ilyenek, ez is olyan lesz. Ez is olyan lesz, de szerintem már kiderül a műsor előtt, tehát sőt, ezt már elmondhatjuk, hogy mi lesz ez. De most nem. Még nem, később. Később elmondjuk. Később. Most szerda csütörtök. Szerda csütörtök körül. Hát szerda, most holnapig várunk a vágóra, hogy reagáljon, hogy jön-e. Itthon van egyáltalán? Ez az, hogy lehet, hogy nincs itthon, tehát hogy ez nála egy picit körülményes, mert lehet, sokat utazik. A Machu Picchu kóborol egyedül. Keresi a csoportját. Úgyhogy holnapig várunk, aztán ha nem, akkor mondjuk, hogy ki a vendég, ha ő nem jön el. De gyanítom, hogy aha, szerintem ő lehet, hogy ezt be fogja vállalni. Hogy egyszer mindenkorra leszámoljon velünk. És a chemtrail-lel. Hát, ha eljönne, ott nem tudom, mennyi idő lenne erről beszélni. De majd a maximum utána meghívjuk ide, ha esetleg eljön. Tehát akkor már ott kibékültök, megbarátok? Igen. Hát, akkor ő ilyen optimista. Én az optimistán. De nem hiszel benne, és nem is akarsz nagyon nem, hinni. Mert hogy elég sok idő eltelt már azóta, amióta, hogy mondjam, kicsit, tehát hogy megromlott a kapcsolatuk egymással, és azért volt egy-két alkalom, amikor mi békítő jobbot nyújtottunk neki. De ő mintha elfordult volna. De mintha ő nem fogadta volna, ezt így tűnik. Igen. De hogy rendesben nyújtottál békítő jobbot, vagy ahogy szoktál? Hát ahogy szokt. Hát akkor még nem csodálom. Ahogy szokt, hogy nyújtottad a kezed, de ballal már így csaptál is egyet. Tehát, hogy így egyszer a két kezed ment. Hopp, ez elúszott. Na hát már, mindegy most már. Na hát. Úgyhogy nem, egyébként megvan az oka, hogy miért álmodtam ilyen betegeket. Nézem ezt a followingot a Kevin Bacon-nál. Hát gyerekek, itt elég sok vér folyik. Szóval most már picit ez így megterhelt, úgyhogy valószínűleg ez az oka ennek a fura rémálmos éjszakáknak, hogy minden este megnézek egy másfél-két részt ebből, de már alig várom, hogy vége legyen, mert már nem annyira szoragoztat. De most már végignézem. Nézd vissza a szomszédokat újra, ott nem, azután nem áll. Ez vagy attól is rémálmaim lennének. Mondjuk igaz, latin idézeteket mormolnál az orrod alatt, és egy piros ladával közlekednél. Átállok a Homelandre szerintem. Most már abból de az meg zombis. Nem, a Homeland az Afganisztánból hazajött amerikai katona, egy legjobb amerikai sorozat most szerintem évek alatt, ami volt. Abban azért nem hal meg ennyi ember, sőt kevés, viszont ugye mindig baromi izgalmas. De ez a following a Kevin Bacon-nál, hát ez fő. Nyírják a népet. Igen. Úgyhogy a fő gonosz az börtönben van, de hát itt közben osztja a lapokat, hogy kikitöljön meg. Úgyhogy elég megterhelő. Bizony. Ha más sorozatoknál tartunk, akkor október 13-a azért is lesz nagy nap. Már említettek mellett, mert hogy folytatódik a Walking Dead. Na az a zombis. Mm-hmm. Juhé! Látta valaki? Nem örülök. Ti nem vagytok ilyen nagy moziba járók, az a baj. Ezt a űrhajósat? Igen, nem néztétek? Megnéztétek? Nem akarom nézni. Ilyen nagyon vegyes a megítélése. Van, aki azt mondja, amit ugye mi is így az előzetes alapján, hogy amit írtak a kritikák is, hogy erre találták ki a 3D-t meg a IMAX-et, mert hogy annyira szép, olyan jól néz ki. És van, aki azt mondja, hogy én egy ilyen art soha életében nem látott. De az jó, a megosztó film az jó, nem? Igen, kíváncsiak. Laci látta. Laci értékítélete.
Nem mindig helyes, úgyhogy abból nem vonok le messze menő következtetéseket. Nem, én nagyon szeretem azokat a filmeket, ahol egy vagy két szereplő van. Tehát az onnantól kezdve már izgalmas szerintem, mert úgy meg úgy másfél órát dialógokkal, párbeszédekkel, jó jelenetekkel, hogy összesen kettő darab szereplő van bennem. Az életből kevés van. Nem volt sok. Ugye volt a Titanic. Hát azért ott voltak már. Volt a számkivetett, volt a én a, nem tudom, én a, az a Will Smith film, amikor ugye zombi. Nem, az az Ice Spy, nem. Én a robot. Én a robot. Nem. Hát, én a robot. A Will Smith az volt. Meg amikor ilyen zombi van, és ő az így van, a legenda vagyok. Legenda vagyok, na, a számkivetett. Szóval ezeket nagyon szeretem. Szerintem ez barom izgalmas, hogy másfél-két órán keresztül két ember, vagy egy ember mit csinál. Az jó. Úgyhogy meg akarom nézni. Akkor ti még ezt nem láttátok. Nem. Én meg esélytem vagyok, hogy eljussak moziba mostanában. Szombaton ráérsz, csak szólok. Szombaton családi rendezvény van. Hát menjetek moziba. Mi meccsre megyek. A kis herceg születésnapos, és így föl kell díszíteni. Föl kell lufizom a kerületet, igen, ki kell bérelem helikoptereket, és ki kell mosatnom a rózsájára. Ki kell mosatnom 4 kilométer vörös szőnyeget, úgyhogy a kis herceg. Mi ne fordítjátok meg, csak egyszerűen. Az is igaz, még az alja tiszta. Az alja tiszta. Igen. Úgyhogy ilyen családi banzáj van nálunk szombaton. Bár ebből most szívesen kivonnám magam, de hát nem tudom, mégis csak a gyermekem. Nem, gyerek születésnapján nem csak. Nem úgy, hanem hogy rá tudjak készülni alvásilag a vasárnapra, de nem, hát szombaton meg családi. De mire éjfélig, ilyenkor hajnal 4-ig bulisztok? Ha mikor? Hát szombaton. Hát ameddig a bírja, amíg a Benny bírja az ivást. Így van. Tehát addig, ha ő elmegy az aludni, okay. Akkor elmegyünk mi is. Ha ő táncolni akar éjfélig, akkor az egész család táncol. Itt ő diktál. Hát ez az őszi napja. Az hogyha ő hajnal kettőkor elkiáltja magát, hogy húzd rá, cigány! Akkor ráhúzza. Igen, akkor ott muzsika van. Jó. Ha ő még éjjel kettőkor Egerszalókra akar menni mesztelen fürdőzni, akkor megy a család. Balázsnak csak annyi dolga van, hogy hozza a 20 000-eseket, aztán mindenkinek a homlokára ragaszol egyet, öcsém. Úgyhogy ez nagy banzáj lesz. Volt kívánságlista, ajándék kívánságlista? Vagy kap, amit találtok? Ebben azért visszafogjuk, szóval, hogy nincs ez a fajta. De nem, hogy nagyot, csak hogy vannak az... Van. Lesz most 4, 5. Nem akarunk neki nagy dolgokat. Facebook részvényeket nem egy Harley Davidson szeretném szóval, most. Hát, tudom, de azt mondtam, hogy Benny arra legalább még várjunk egy éven. Abszolút, meg most vannak ezek a villanymotorok, tudod, amit ilyen kavaszak, minél, nem, most már másfél-két millióért láttam, hát nem olyan durva. Mert a pályát azt már tavaly kérte, ugye, a kertben? Azt levetem azt. Csak eddig bringával, mert most az elektromos motorra világos. Na mielőtt jönnének az anyád Balázs című, jöhet egyébként nyugodtan. Nagyon helyes, ilyen fura. Egész kamu. Tök kamu. 30 hektár szántót. Igen. Arra van állami támogatás. Sokkal okosabb a gyerek már. Illetve most be kellett szereznem neki Zambiából egy zsiráfot. De elfér a 3 elefánt mellett. Igen, kicsit kilóg a kertből. Nem, nagyon tündér egy fúrógépszettet szeretne. Tudod, van ez a gyerek. Aha. A gyerek szerszámos láda, és akkor kis csavarhúzó, és akkor húzod, nyomod, és ahogy meghúzod, úgy fordul egyet mindig a fúrógép, tehát még nem is elektromos. Na most erre van ráindulva. Erre van igény. Úgyhogy ez lesz igazából. Itt kifelé, ha mész az Üllőin, akkor van egy olyan bolt, ahol az ilyen legnagyobb ilyen kéziszerszám gyártónak nagyon jó. Megvan az összes szerszám a kicsiben. Igen? Megőrülsz, olyan jó. Arany jól hangzik. Arany, persze, és gyémán. A fúróhegy az gyémán. De gyémán, egy fúrokról van szó. De ugye nem valami vacak műanyag. De igen, még nem mesterséges gyémán, tudja? Van ilyen bolt? Van ilyen, aha, és akkor az összes nagy szerszám, tehát a fúró, az ütvefúró, a körfűrész, minden megvan kicsi. A körfűrész, én azt nem, mondjuk, én azt mondanám, hogy azt ne. Hát mi, akkor láncfűrész, az jó. Mert 1-2 év is rátalál az eredetire, érted? És hazamész, és négybe van vágva minden, igen, mert imádja. Mondjuk azért megnézem a belit, egy készlet, de nem játék, hanem eredeti makitával, tudod, vagy a távakedés. És nagyon örül neki. Az mi, ez a falbontó? Aha, egy bontókalapáccsal, tudod, és akkor... Ne, Benny, a kocsit, ne! Csak az autót ne, csak az autót ne. Hát igen. Na jó van, akkor szóval ünneplés. Nagyon jó. És ha már egyébként mondtad a futást, visszakanyarodva egy kicsit az eredeti témánkhoz, 7 óra után nagyszerű sportembereket köszönhetünk mi a majd itt a stúdióban, legalábbis a telefonon keresztül, úgy, mert hogy egyébként a szadás mellettre nézve én úgy látom, hogy ezt be fog következni, 7 óra és 7 óra 30 között. Hát, Mert hogy Rokop József és
és azt mondja, hogy Szőnyi Ferenc 30-szoros Ironman-nek mondhatják magukat, mert hogy 30 nap alatt 30 darab hosszú távú Ironman-t teljesítettek, 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás. A két magyar között 2 óra különbség van, de egyébként a harmadikra azt mondja, hogy három napot vártak. Figyelj, nagyon-nagyon sokat, hosszú-hosszú órákat vertek a harmadik helyzetre, megdöbbentő egyébként. Tehát, hogy ez olyan szintű teljesítmény, hogy egyszerűen nem lehet elmenni mellette szó nélkül, felfoghatatlan. 30 napon keresztül minden nap. Na de hogy van az, hogy az utolsóra pár órát vártak? Hát minden este mindenki beér. Akkor itt végülis az utolsó nap dől el. Hogy ki a leggyorsabb, nem? Összeadódik az eredmény, ugye végeredményt úgy hoznak, nem? Mert ugye, ha én beérek 29 napon egy órával később, de az utolsó nap nyerek... De várján, a rajt az minden nap ugyanakkor van. Na, hát azt mondja hát Vasi. Én is ezt mondom, hogy te beérsz este 6-kor, van egy összetett eredmény, tehát igen. Ezek mindig így összeadódnak szépen, és akkor gyakorlatilag egymás közötti különbség, tehát hogy azért is nagyon fontos, hogy gyorsak legyenek, mert annál többet tudnak regenerálódni, annál többet tudnak pihenni. Ehhez képest mondjuk, hát ők a leggyorsabbak között voltak folyamatosan egyébként, és de azért volt olyan, hogy mit tudom, csak 12 órát tudtak regenerálódni, két ilyen kis karikon. 30 napon keresztül minden nap egy maraton. Azért azt így ízlelgessük. Tehát, és úgy, hogy ugye ezek egyébként is csúcsok, amiket ők szerintem naponta megcsináltak. Ez elképesztő. És ez 30 napon keresztül. Bizony. Tehát ha a csúcshoz képest, te mondjuk az egész napos teljesítményhez képest csak egy fél órával vagy rosszabb, akkor még mindig a világ legjobbjai között vagy, akkor az a 30 nap végére az 15 óra lemaradás. Nagyon durva. Szóval nagyon komoly. Hát a harmadikra több mint 20 órát vertek. Majdnem egy napon. Jézus. Azért az milyen? Jézus. Azért az milyen? Nem, ez számomra teljesen értelmezhetetlen. Tehát ez... Nem is tudom elhinni. Tehát ez teljesen felfoghatatlan, nem? Még az egy triatlon is. De azért az, mondjuk az ember arra rákészül, oké, évekig is, akkor valahogy megcsinálod. Na de 30 napon keresztül, az hogy? Csak a 30 maratont ízlelgessük. Hát, döbbenet. Hát, felfoghatatlan. Prokop József egyébként már volt 10-szeres győztes, tehát hogy ennek a versenynek van egy 10-szeres távja, és azt ő már korábban megnyerte. Az világbajnok mondhatta magát. Minden ilyen már elindult az Amerikában. Fussd át Amerikát 10 nap alatt. Hogy? Hogy tetszett mondani? Ne haragudjon, mi a feladat? Ugyan, nem figyelte. Fussd át keresztbe Amerikát 10 napod van rá. Jézus. De hát, haló. Úr is. Haló. Mennyi az, mondjuk egy 3-4 ezer kilométer osszába, 10 napot, tudtuk, egy napi 300-at le kell futni. Hogy hangzik? Nem? Az autóból is sok lenne, tehát a másik nap után mondanám azt, hogy na jó. Hol a reptére? Átülök a repülőre, vagy hazamegyek, de napi 300-at még autóval is elfáradni. Hát, ők nem is emberek szerintem, tehát ez szinte felfoghatatlan. Na jó, oké, játékkal mi a helyzet? Oda? Ja nem adjuk meg, mert hogy passzivitás érték. Igen. Hát a tegnap reggel legnagyobb eseményét ugortad át, János, ami után felháborodott. Viszont nem próbáltam átugrani, nehogy ne esetleg folytatódjon az SMS áradat. Ami ugyan nagyon szórakoztató volt. Ja, az nagyon jó volt, igen. Na, lehet jelentkezni akkor játékra oda, bárhogy itt, SMS-ben. Jó, 1-0-ra vezetünk. Ha valaki szeretne szépíteni és érzi az erőt, jelentkezzen, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3-7 múlt pontosan 4 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. 4-es főút Nyíregytől Debreceni cool. Jól lehet haladni, Sparika küldte nekünk. Hegyalja úton Budapest irányában a Hotel Baránál lévő lámpa okoz torlódást, ugyanis 3 autó tud átmenni a zöld jelzésnél. Hát az nem sok. Az nem sok, a 3 autó tud átmenni. Az kevés, sőt, nem olyan sok. Most még jól járható. Balázs, a józsefvárosi piacon van fúrógép, kalapács, hegesztőgép, vipera olcsón, igen. Erről tegnap beszéltünk. Jó, oké, tehát akkor 1-0 ide, ugye? Jelen pillanatban így állunk, és megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Halló.
Ali. Szia, szia. Hello. Hogy hívna? Tamás vagyok. Hello, Tamás. Tamás, honnan hívsz minket? Hát itt Pesten vagyok, most éppen dolgozok, de amúgy kecskeméti vagyok. Hova valós? Én ne haragudj. Kecskeméti. Igen. Aha, és mit dolgozol, mit csinálsz? Igen. Hát egy pékségbe szállítok, és akkor ide hordok Pestre árut, és tulajdonképpen ennyi. Oké. Okay. Jól van. Kivel szeretnél játszani? Hát akkor veled, Balázs, ha lehet. Ha már így megszólítottad, lehet szerint. Lehet, mindenki, bárkivel lehet, persze. Jó, akkor veled, Balázs. Jó. Nézzük meg akkor, hogy mire megyünk egymással. Aztán ne hajt, hogy lerohanjon a Balázs. Nem. Jó, oké. Beszéljél szépen. Ma nem, okay. Nem vagyok ilyen formában, úgy érzem. Na, meglátjuk. Oké, Jani. 3, 2, 1, fire. Itt vagy, Tamás? Hello, szia. Persze. Balázs, kérdezhetek? Szeretnél? Persze. Nagyon pöröksz, mindig ilyen friss vagy? Hát, korán keltem. Éjfélkor. Éjfélkor keltéltél? Jó Isten. Az korábban van, mint ahogy te szoktál kelni. Hát az korábban, mert én csak 4-kor kelek, úgyhogy az jóval korábban jó, van. De miért kellett ilyen korán kelnem? Reggel, mire nyitnak a boltok, ott kell, hogy legyen az áru. És mindig ilyen korán kelsz? Kérdeznék. Persze. Általában így van. Gyereked van? Szeretnék kérdezni. Van gyereked? Nincs. Szeretnél? Nincs. Nem. Te szegény! Na most én veled vagyok. Én most veled vagyok, pékbarátom, de Zseni jó, volt. Okay. Zseni nyírtak ki. Ez jó volt. Figyelj, nem hagytalak szóhoz jutni. Tudtam, ha kérdezni kezdesz, végem van. Tehát, igen. Hogy muszáj volt nyomás alatt tartani, éreztem, hogy te nyomás alá tennél, ezért átszettem a kezdeményezést, és nyomás alá tettem. Igen, ez jó volt, ez szép volt. Köszönöm. De pedig többször is egyértelmű jelét adtad annak, hogy szeretnél kérdezni. Ezt imádtam, és most szeretnék. Tamás, ne haragudj, igen. Éreztem, hogy nagyon jönnél, úgyhogy muszáj hát volt. Igen, szerettem volna, meg hát sajnos ezt beleszaladtam. Nekem adáson kívül mondta, hogy mit akartál kérdezni, mert hogy ez nem derült ki a játékból. Tehát mi lett volna az első kérdés? Csak egy kérdésem lett volna, hogy nem zavar-e az, hogy mikor Bali, meg Balikám, meg így hívnak. Tehát, hogy ugye nagyon sokan olyan közvetlenek veled, mintha egy óvodába jártatok volna, vagy járnátok, és akkor, hogy ez zavar-e például. Hát ez az egyik kérdés. Igen, ez a kérdés benned maradt akkor sajnos, már hogy kijött a játék után. De egyébként jobban szereti a távolságtartást, engem is már többször kérte, hogy inkább Sebestyén ezzel. Igen, Sebestyén úr. Igen. Talán sajnálom, jó játékos voltál, de egyszerűen muszáj volt. Hát éreztem, hogy elszánt vagy, és egyszerűen muszáj volt visszatámadnom. Jobb voltál, köszönöm szépen. Ja, tájszoros volt. Tájszoros volt, érezte, hogy a 12 menet az most nem menne, úgyhogy már az elsőbe rendezni kell a dolgot. Muszáj volt oda csatni. Tamás, köszi a játékot. Én köszönöm, sziasztok, hello, jó munkát, szia. Köszi, ciao. Hát ez van, fölmérem az ellenfelet, és ha olyan, hogy jön, akkor viszont nem hagyjuk szó. Mocskosul agresszív volt, ez nem hagytad élni, te személy. Én írom még, ha én most hallgató le, én megírom. Én biztos, hogy költenék el egy 20-as. Biztos. Nem tudom, kerül egy SMS. Érted. Hát de nem ez a jó megoldás? Ha ennyire agilis a játékos, akkor menni kell, nem? Kérdezni akarsz, és egy korán kezd? Hát ez nincs messze. Ennyi, elküldted a csúba. Igen, annyit mondom, csú! És utána menni kell. Zalaegerszegen és környékén nagy köd van. Kaptuk SMS-ben, mindenki óvatosan vezessem. És igen. Ez most a legfrissebb. Illetve van még egy M1 Komárom Trafipax ismét. A fene beléjük. Ez pedig Levi küldte nekünk, köszönjük szépen. 4-es út Nyíregytől Debrecenig teljesen jól járható, jól lehet haladni, Sparika. Ezt már mondtam. Jó idő lesz, marad a 22 fok, úgyhogy minden a lehető legnagyobb lesz. Délutántól valami felhősödést hallottam. Igen, egy kicsi eső, de hétvégére jön vissza a jó idő. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra múlt pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello, jó reggelt. Na, lesz a vendég vasárnap este. Tessék? Ki lesz a vendég vasárnap? Ha, majd meglátod. Még ezt nem mondhatjuk nem el neked. Most tényleg, de hónap? Még pár nap, jó? És akkor elmondjuk meg. Nem ki, hanem kik? Több. Sok kéz, kezet az arcba, temetős pillanat lesz. Hogy úristen lesz, ne? Igen. Következő héten sok újságcikk rólunk. Új barátok. Azt nem állítom. Ezt nem állítom. Igen, de ez eddig se hiányzott. Jók a régiek. Na jó, nézzük a közlekedést, bocsát. Gyerekek, mindjárt lesz, mindjárt mindennek kaptok, gyerekek, üljetek le az asztalhoz, tessék kezet mosni, aha. És aki kezet mosott, mindjárt megkapja a tortát.
ez lesz a szombati buli, ez lesz nálatok? Tessék leülni, jó gyerekek, mindjárt jön a torta. Nem malackodunk, nem dobáljuk fikával azt, aki ott üldögélet. Csak azt tűni napos fújatjál a gyertyákat, ne legyetek kis rohadékok. Mindjárt jönnek a közlekedési hírek. Na, szóval az, hogy totálisan meghalt a gépem, úgyhogy fejből mondok a közlekedési híreket, hát ha bejön, jó? Jó. Az M7-es 43-as kilométerénél lehet, hogy van egy trafi. Uh-huh. De az is lehet, hogy nincs. Igen. Be találtam, vagy nem találtam be. Azt hittem, a balesetet mondod. Nézem. Még az internetünknek. A konkurencia betört a stúdióba és kipipálta. Akik? Ahogy? Kihúzták az internetkábelt, kihúzták a fődugót, a jack dugót, a csatlakozót. Meghalt az internet, csak ezt akarom mondani. Igen. Azt még el tudtam olvasni, hogy Balázs, ez egy nagyon bugris játék volt. A bugris szót imádom. Nagyon az, jó az, szó. Tehát a bugris, hallottuk. Drága jó nagymamám használja ezt mindig. Illetve amikor fiatalok voltunk, akkor sokszor mondta ezt, hogy ne legyetek már bugrisok. A bugris nagyon jó, nem? Majd sajnos ki fog halni, mert a fiatalok már nem használják. De a bugris szó az szenzációs. Én a bugris bunkot szeretem a legjobban. Az még egy kicsit ízesebb is. Hát az ugye egy nagy klasszikus, az István a király. Igen. A bosszantó egy bugris bunkó. Igen. De a bugris nagyon jó. Mindegy, az a lényeg, hogy a mi SMS falunk nem tud kitiltani minket, mert mi máshogy is be tudunk hatolni az SMS falra, úgyhogy nem úszátok meg a közlekedési éreket. Új nullás chemtrail a levegőben, írja valaki. Nagyon helyes, figyeljétek csak az egyet, eget, legyetek tudatosak, járjatok nyitott szemmel. Nézz előre, nehogy bele kocsanj valakibe. Már nincs trafi az M1-esen Komáromnál, ezt Tomi küldte nekünk, valamint a 65-ös út Ságvár felé, mindenki figyeljen, mert a Ságvár felé haladókat mérik. Diós felett olyan chemtrail van, hogy elélvezni a Balázs, írja egy hallgatom. Itt van az égen egy ilyen csík, igen, egy olyan fussak, vagy nekem már mindegy, segítsen valaki, így egy hallgató. Jaj, gyerekek, igen, nehéz ügy ez. Azt mondja, Szenya vagy Balkó, jött még ez, igen. A hegyalja tényleg nagyon gáz. Akkor beszéljünk róla, ott van egy lámpa, és sok mindenről sikerült már beszélni ezen a héten, a BKK-sok nagyon helyesek voltak, csomó jó döntést hoztak, és próbálják flottá tenni a forgalmat. Ez a lámpa, ez valami hotelnél van, ugye? Ezt elküldték nekünk a hallgatóink, összesen 3 autó megy át rajta. Aha. Írjátok meg pontosan, hogy hol van ez a lámpa, bemondjuk sokszor, hát ha a BKK hangol egyet. Nyilván nem minden lámpáról tudnak, hogy rosszul működik. Ha ez tényleg ilyen kevés ideig zöld, és az átmenő forgalom viszont kevés, és nincs előtte egy olyan kereszteződés, ahova nem engedhetnek be több autót, ugye ezt is elmondta a vitéző, hogy sokszor ez az oka. Akkor kimegyünk tejgumis csúzlival, és megjavítjuk egy 20-as anyával. Igen, akkor beszélünk róla, hát ha átállítják. Á, nem, ott tudod mi van? Na. Ott az Erzsébet hídi feltúrás miatt fogják vissza a forgalmat. Hogy ne zúduljon le a hegyaljáról nagy forgalom? Igen, ami ugye azért tök mindegy, mert szerintem mindegy, hogy az Erzsébet hídon állsz egy órát, vagy fönt a hegyalja úton. De valószínűleg itt ez a forgalomlassítás van, azért ilyen rövid idő ideig lehet menni, mert az Erzsébet híd pesti hídfőjénél még tart a felújítás. Szerintem ez az. Van benne valami, Feri, nem véletlenül vagy te az, aki... Nyitott szemmel járok. Egy van, megnéztem. Megdolgoztál a posztodért, de én azt gondolom, hogy teljesen joggal ülsz ott abban a székben, ahol ülsz most. Így van. Az M5-ös a mérnek az Örkényi lehajtónál Pest felé. Bali, te benned bízom, mondd meg a tutit. Ha most felnézek az égre, felhősödés, látok, vagy chemtrailt, kérdezi valaki. Látnom kéne, így ezt nem tudom megmondani. Mondd rá nyugodtan. Nem akarok senkit riogatni. Solymár és Üröm között 40 perc az áthaladás Pest felé, üzeni Viki, és tulajdonképpen ennyi, még sok megfejtés. Van valamilyen SMS játékunk most jelen pillanatban? Hát én nem tudom, mert nem látom a SMS falat. De hogy te föltettél valami kérdést a reklámblogban? Én nem tettem föl, valaki föltett, és majd én fog föltenni egy másikat. Van játék, igen. Az nagyon van jó játék. Van, az mindig jó, vagy jó játék, sose rossz. Na, magyar vonatkozása van az olaszországi első 30-szoros Ironman versenynek, gyerekek. Hát ez egy őrült csoda számunkra, akik azért kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de persze adjuk itt a sport antitalentumot, már mint leginkább mi ketten, de én is sportolok, a Jani is nagyon sokat sportol. Én nem. Te másban vagy nagyon jó, de kerékpárban is sportolsz, és kerékpározol, így van. Szóval, hogy 30-szoros Ironman versenyen 2 magyar végzett az élen. Picit ízlelgessük az, igen, össztávokat. 114 km úszás,
5400 km kerékpározás és 1260 km futás. Igen, ez itt szerintem felfoghatatlan, ha úgy elmondjuk, hogy minden nap milyen távot csináltak meg, akkor szerintem az valahogy jobban ember közelebbi a dolog. Ugye 30 napon keresztül naponta leúztak majdnem 4 kilométert. Lebringáztak 180-at, ezt minden nap, és lefutottak 30 napon keresztül minden nap egy maratont. Minden nap egy maraton. De majd szerintem pihentek 8-10-11 órát, másnap reggel fölkeltek, bemelegítettek, és leúztak 3,8 km, 180 km kerékpár és 42 km futás 30 napon keresztül. Tehát ez olyan, mintha mi most ezt október 8-án elkezdjük, és csináljuk ezt minden nap november 8-áig. Szóval, hogy én nem is tudom, hogy hol van az emberi teljesítőképesség határa, vagy hogy van-e egyáltalán, ezek után nem tudom, hogy mi a következő, de hát ezt majd meg is kérdezzük. Meg is kérdezzük tőlük. És úgy csinálod mindezt, hogy egyébként a napi átlagok is jók, ugye? Tehát, hogy nem gondolod azt, hát, hogy mondjuk a 3 óra alatti maraton lefutás az nem vonszolták nem magukat. Nem vonszolták igen magukat, sőt, mi több növelni tudták az előnyüket. De hogy ez így tényleg hogy? Szóval, hogy amikor jön az izomláz, amikor jönnek a vízhólyagok, amikor az ülés feltöri a fenekedet, amikor ha te ruhában úszol, akkor az egy idő után kidörzsöli a bőrödet. Tehát, hogy itt nem is csak arról van szó, hogy ez fizikailag megterhelő. Hát itt van egy fájdalom küszöb, amit át kell lépni. Itt sérülések vannak, húzódások vannak, feltörések vannak, izomlázok vannak, hideg vízhólyagok vannak. Eső van. Az valami elképesztő. Meddig jutnánk, tessék? Most tegyük egy kísérletet, hogy osszanánk le? Várja. Ki mit csinálna? Hát én a bringát vállalom. Bringát vállalnád, akkor a Jani Marnak maradna a futás, akkor én úsznék. Te úszol 3-8-at. Necces. Hárman egyet meg tudnánk csinálni? Hárman egyet. Nem? Nem. Hát mi? És ha úgy csináljuk hogy értve egyet? Hát, hogy te lefutod a maratont, én letekerem a 180-at. Én hány nap alatt futom le a maratont? 30-at? Ez meg lesz. Nem, úgy csinálnánk meg, hogy mindenkinek besegített. Tehát mindenki segíthet mindenkinek. Tehát elindulunk a futással. Amíg te futsz egy 20-at. Akkor mi 10-10-et, utána aki nem futott, az csobban egyet elkezd úszni. Hát másfelet, de mindenki futott. Tessék? Hát de már mindenki futott. Na jó, de aki keveset futott. Na jó, de én 50 métert tudok úszni. Azt mondjuk én. Végeztem? Igen, Bali. De most futottam le a 10-et. Figyelj. Bali, gyere, váltsál, igen. Ez nem annyira jó. A bringa meg a futás az benne. Mert, igen. Így megtudnánk. Te le tudsz úszni 3-8-at? 3-8-at edzés nélkül biztos nem, de egy 2-2 felett szerintem igen. Hát attól függ, hogy hol. Ugye más a tengerben úszol, más a folyóvízben úszol, más a állóvízben úszol, más a medencében úszol, ez megint más. Uh-huh. Tehát, hogy tengerben nyilván nem. De ha ott egy tóban kell, akkor vagy 2-t szerintem igen. Uh-huh. A medencébe tolták. Én adom itt az antisportot, de azért én elég sokat sportolok. Köszönjük, képzel medencébe. Tudod. 50 tehát, méterenként. De hol van olyan hosszú medence? Na mindegy, szóval a dolog az tényleg elképesztő, csodálattal kell rájuk nézni szerintem, meg hát, hogy ebben is élen vagyunk, ugye? Azért ez is egy nagyon nagy dolog. Rokob József és Szőnyi Ferenc, ugye, ez a két csodálatos sportember, és azért nem menjünk el amellett az egyszerű tény mellett, hogy Szőnyi Ferenc ugye 40 éves kora körül ébredt meg, tehát, hogy akkor... Ha megriadt. Igen. Most már sportolni kéne valamit, mondta, meg akarta a kis hasát, aztán pedig elment. Elment egy picit futni, elment egy picit kerékpározni, és idáig jutott ez a cirka 6 év alatt. Nézd, hát úgy 40 évesen kicsit azt nyújtózkodott egyet, azt jaj, kicsit elmacskásodtam, aztán gyorsan lefutott egy maraton. Jó lesett neki csak futott. Nem a negyedik zsába kínóz. Valamit már kéne csinálni, asszony, kicsit kezdek így kicsit becsontosodni. Berosdásodni, igen. Na, itt vannak már is velünk Rokob József és Szőnyi Ferenc. Jó reggelt kívánunk, hello! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hello, mind a ketten ráadásul. Hello, Ferenc, hello, Józsi, sziasztok. Mikor értetek haza? Ma reggel vagy tegnap este? Mikor jöttetek meg? József? Én még itt vagyok Olaszországban. Oh. Ma délben lesz a díjátadó ünnepség. Én 4:45-ig voltam a versenyközpontban, megvártam, hogy az utolsó 30-szoros versenyző is célba érjen. De jó. Igen, azt hittem azt mondani, hogy itt vagyok Olaszországban, mert még nem bírok járni. Igen, levezetek. Vagy levezetek még egy kör. Ez mit jelent, hogy megvárod, hogy célba érjen, hogy te már egy üveg, mint a viszkivel a kezedben üldögélsz egy kempingszéken, és várod őket, vagy ez egy ilyen sors közösség, hogy ti még ott vagytok, várjátok egymást? Ott volt mindenki. Feri elvonult aludni, de a többi versenyző ott maradt, és üdvözöltük a célba érőket. De miért a Feri elfáradt? Hogy miért ment el aludni? Vagy? Őt kellene megkérdezni erről, de... Ferenc, itt vagy te is? Itt vagy?
Itt vagyok. Jó reggelt, hello, hát nehéz egyszerre két emberre telefonon interjút csinálni, igazából, de megpróbáljuk. Szóval elmentél aludni egy kicsit, lepihentél? Nem, hát ez egy napi menetrend szerint semmit nem különbözött az utolsó nap az elsőtől. Hát befutottunk, én mindenkit körbeüdvözöltem, nem volt igazából összebeszélés arra, hogy mi a későbbi teendő. Egy egész nyugodtan, normális. Egész nyugodtan vetted ezt, hogy így befutottál a második helyen, ugye, igen. Józsi mögött, hát most mi aludni szoktunk most, nem? Igen, meg hát azért azt is látni kell, hogy ugye eléggé elnyűlt az ember teste így. Mondjuk egy nap után is, de 30 nap után pláne. És hát egy kis regenerálódás. Meg hát az óriási időkülönbség, tehát itt az első és az utolsó között gondolom volt egy 8 óra ma is, vagy tegnap is vagy. Hát gondolom ma hajnalban ért be valaki, vagy Angelo ért be utoljára olyan hajnali 3 körül. A tudomásunk szerint a 21 indulóból csak 8-an tudták befejezni a versenyt. Hát 8-an teljesítették mind a 30 napot. A 36. Kérdezünk tőletek név szerint, és akkor nem lesz nagyon összebeszéd. Ferenc, az igaz, amit a Jani mondott, hogy te 40 évesen azt mondtad, hogy akkor itt lenne az ideje, kicsit mozogjunk, vagy kezdjünk el sportolni? Tehát előtte nagyon semmit, ez igaz? Hát igen, én 43 évesen kezdtem el sportolni. Szenzációs. Bocsánat, hogy normálisnak felfogadat. Tekinthető, hogy 49 éves vagyok most, és hát én már elég sok mindenem túl ezen is. De ez hogy indul? Mert az ember azért, ha sportol, akkor már fiatalabban is elkezdi. Ha nincs affinitás, akkor 40 évesen se nagyon. Tisztelet a kivételnek. Egy reggel fölkeltél, úgy megriadtál, azt mondtad kicsiny párodnak, hogy na jó, itt az ideje, hogy mozogjunk valamit, és rájöttél, hogy jól megy a futás. Hát azért ehhez olyan kondíciók, olyan testi adottságok kellenek, ami azért nincs meg mindenkinek. Vagy mivel indítottad a sportot? Elmentél egy kicsit fallabdázni? De szerintem ez pont az előző történet, hogy valóban úgy ébredtem egyszer, hogy valami mozgásra van szükség, és a láb mindig kéznél van, tehát a legfontosabb és a legegyszerűbb sport a futás. Számomra ez így jött. Az a kis felismerés, hogy nagyon az emberben több van, mint amit átlag emberekben, ez nyilván néhány hónap, néhány év után jött, de ez folyamat volt. Tehát én nagyon sokrétű sportoló vagyok, nem csak triatlonos, hanem ultrafutó, ultrakerékpáros, és szóval ezek ilyen folyamatában jöttek a dolgok, információk jöttek az embernek a saját teljesítményéről, a versenyekről, nyilván egy kis közösség épült ki erre. Számomra ez egy nagyon-nagyon nagy misztikus dolog, úgymond. Az első maratonig mennyi idő alatt jutottál el, mert ugye az egy nagy vízválasztó egy futónál? Számomra a maraton nem volt. Az életem első maratonját az 2001-ben teljesítettem, arra egy hét alatt készültem fel, de előtte sem sportoltam, utána sem sportoltam. Nem, hogy már ilyeneket, jó. Te nem sportoltál semmit, készültél egy hetet, és lefutottál egy maratont. Igen. Ezt meg tudod erősíteni, hogy milyen perc volt. Igen, egyszer. 4-3 perccel. Igen, nagyon frekventált helyen van az edzőtermemben ez a fénykép azóta is. 83 kilóval futottam ezt a maraton. Ne, légy szép. Most már tényleg letesszük a telefont. Ja, nincsen. Tudnotok kell, hogy a Jani azért régóta fut, és ő félmaratonnál tart, csak ezért ezeket a teljesítményeket szájtátva hallgatjuk, hogy egy hét után valaki akkor egy picit úgy neki szalad egy maratonnak, ezt lefutja, mert azért itt a Jani sokat beszél a futásról, minden ő is fut. Minden éles tárgyat tegyetek el a közelemből, mert felvágom az. Tudjuk, hogy ez milyen igénybevétel. József, mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen felkészülés. Tehát amikor ti elmentek, mit tudom én, tudod, hogy indultok Olaszországba, előtte mint a heti 6 nap, heti 5 nap, hát egy ilyen 30 napos igénybevételre valahogy azért fel kell készülni, bármennyire is bírjátok a monotonitást. Hogy néz ki a felkészülés? A tervem az volt, hogy minden reggel úszt megyek, hogy hozzászoktassam magam a korai keléshez, minden reggel 6-kor keltem, és 7 órakor úsztam egy héten jellemzően 5-ször. Kerékpároztam és futni jártam edzőterembe, és tehát egy ilyen versenyre nem lehet felkészülni, ezt nem tudod szimulálni, ez nem olyan, mint egy 200 méteres gyorsúszás, hogy mérem az időt, aztán bíztam a szerencsével, hogy majd valami lesz a helyszínen. Hát azért ehhez több kell, hogy ezt megnyerd, ezt a 30 napot, mint szerencse. Hát részt vettem idén egy dupla Ironman-en, májusban, a nagyatádi versenyen, júliusban, előtte egy svájci futtam, svájcon voltam egy hegyi futáson,
51 kilométert kellett futni, de 3100 méter volt a szintkülönbség, illetve a Fighters Run-on, ezt még hadd mondjam el, és ezek a versenyek sok tapasztalatot és rutint adtak. Tudtam, hogy mit, hogyan, illetve hogyan nem kell csinálni, hogy sikerre legyen az akadály. Működött a terve. Na most egy kicsit így a mentális terhelésen kívül így a fizikai terhelésről beszéljünk, hogy ugye hát nyilván egy előbb-utóbb az embernek elkezd itt fájni, ott fájni, a nyerek feltöri a fenekét, az úszóruha elkezdi kidörzsölni, jönnek a vízhólyagok, hogy ez hogy lehet leküzdeni? Az ember számol a fájdalommal, vagy azt mondja, hogy van, oké, legyünk túl rajta. József, hogy van ez? A tervezés itt is nagyon fontos, hogyha az ember vazelinnel bekeni az úszóruhát, hogy olyan cipőben fut, olyan zokniban fut, oda lehet figyelni erre, hogy megelőzzük a nagyobb baj. Így is jön a baj, de sokat lehet tenni ez ellen. Fájdalom az van, hát az velejárója ennek a sportnak, el kell fogadni, és kész. Hát igen, na, persze, mondja hát az ember, igen. Ferenc, olyan vagy például futás közben elalszotok? Vagy, mert az ember ezt nem tudja elképzelni, nyilván van egy 8-10 óra, hogy regenerálotok, de mondjuk futás közben az ember kicsit elszenderedik így a 12.42-es kilométernél, egy picit így bealszol, ez előfordulhat? Vagy az ember így meditálgat közben? Nem. Hát itt olyan fokú pörgés van, amit is az elején beszélgetettek is erről, hogy ugye 12 óra körüli eredmények voltak, sőt 11 óra is volt a verseny közepén, hogy tulajdonképpen folyamatos koncentrációra van szükség, és ez nagyon impulzív ez a verseny. Tehát minden egyes napja, minden egyes perce, pláne mi, aki elől haladtunk folyamatosan, egymást is különösen inspiráltuk egyébként, tehát ez is benne volt a versenyben, hogy nem jöhettünk volna létre egymás nélkül, tehát nagyon fontos volt egymás személyisége is a versenypályán, a látvány, a sebesség, a folyamatos küzdelem, és ilyen nincs, hogy elalvás, tehát olyan magas frekvencián mozgunk, hogy maga a teljesíthetőség a fájdalmakkal együtt is, hogy a futás az utolsó szám, tehát azért eléggé elaggott a test, mire odaérünk. Szóval folyamatos magas frekvencián való mozgás van, ami nem összeegyeztethető az alvással. Utána sem megy könnyen, tehát az elmúlt 30 napnak az éjszakáit, ha összevetem, nem hiszem, hogy volt egyetlen egy éjszaka is, amikor 3 óránál egy ütembe többet tudtam volna aludni. Az elmúlt 30 nap alatt? Igen. Annyira pörögsz, gondolom, a fégére. Annyira pörög a test, annyira az energia és folyadékháztartásnak a megváltozása miatt is, illetve hát a folyamatos ég a test, tehát egyfajtában üzem alatt van, tehát olyan mennyiségű táplálékot fogyasztottunk el például az elmúlt 30 napban, hogy ezt ember fel nem tudja fogni. Tehát ezt a naponta elégedett 10.000 kalória körüli mennyiséget, ezt ha lefordítjuk akár cukorra vagy tésüteményre, ezek borzasztó mennyiségek. És azt pótolni kell minden nap, mert ugye következő nap megint szükséged van. Hogy ne követel a test. Tehát felébreszt magyarán. Tudsz mondani ilyen valamit, hogy mondjuk megettem 5 kiló kakaós csigát minden nap, vagy van valami ilyen adat? El tudom mondani, hogy nagyjából mi volt. A verseny után, a verseny közbeni táplálkozás az szinte csak folyadék alapú szénhidrát pótlás. Hát a verseny után közvetlenül rögtön halkonzerv, sült hal, sült csirke, rizssel, tejberizs. De így egy csirke? Utána még egy liter. Hogy egy egész csirke ilyenkor, vagy mi az adag? Nem, mértékkel. De fura ez a szó a szádból, hogy mértékkel. Józsi, egyszerre indul a rajt ilyenkor? Tehát egyszerre indultok el minden reggel, vagy egymás után kell? Igen, egyszerre. 7 óra 45-kor indult minden reggel az úszás. Ha valaki akar, indulhat később? Vagy azt mondja, hogy ő szeret későn ébredni? Nem. Ott kell lenni a rajtnál. Ott kell lenni, igen. Aki nincs ott, az hát nem esett ki, csak hogyha egy napot kiadj, akkor a hivatalos ranglistán már nem fog szerepelni. Azt a mindenit. Hol van a holdpont körülbelül? Beszéljünk arról a reggelidről. Mondjad, miről? A reggeli rajtról beszéljünk. Józsefet próbáltam meg inspirálni arra, hogy beszéljünk a reggeli rajtról. A hideg vízre gondolsz.
Osszuk meg a népekkel ezt a gyönyörű élmény. Hát amikor kezdődött a verseny, itt ragyogó napsütés volt, most ilyen őszélyes, borongós az idő, akkor kellemes 22 fokos volt a víz, a végére szerintem 17 fok alá süllyedt a hőmérséklete, vizeregve szálltak ki az emberek a vízből. Hát de tudtad, hogy jön a kerékpározás, nem, gondolom, hát ott azért egy kicsit felmelegszel, nem? Tehát ott visszahozod. Hát csak szakadt az eső napokon keresztül. Nagyon durva. Hallottuk, hogy voltak, akiket konkrétan ki kellett venni a vízből már, hogy elfogytak. Igen. Több ilyen is volt, igen. A legnagyobb talány számomra Angelo Sorrentino, ő az, aki hajnali háromkor ért célba. Ő második nap szerzett egy súlyosnak mondható sérülést a talpán, nagy viszólyag vérhólyag keletkezett. Szerű többet láttam, mert egy sávban úsztak a medencében. Ő minden egyes nap meg célba ért, és olyan 2,5 hete lehetett, nagyon hideg reggelem. Úgy csúszták ki a medencéből, ilyen hőszigetelő vagy pokróccal akarták, de én már vártam, hogy jöjjön a mentő vagy a mentőhelikopter. Elkezdtem kerékpározni, negyed óra is ott volt Angelo, és azóta is folyamatosan csinálta. És ő beért, vagy valahol még teker éppen? Vagy bejutott? Már ő már beért, most hajnali háromkor utolsóként, de itt lehet, hogy én voltam a leggyorsabb, de nem tartom magam nyertesek, itt mindenki nyertes, aki célba ért. Hol a holt pont? A 20. nap, 25. nap, az utolsó, a 18. Csak hogy mi a dinamikája ennek? Vagy az ember tudja, hogy már csak 3 nap, és akkor de jó, már vége. Vagy mondjuk az utolsó a legnehezebb? Vagy hol van a holt pont? Rendben vagyok, mondom. Nem lehet megélni ezt úgy, hogy napokra bontva. Tehát a holtpontok jöhetnek bármikor, kerékpáron is, vagy futás közben, este 8-kor, egy rossz frissítés következménye, egy leeső köröm fájdalmai viszontagságainak következménye, amikor felmerülhet az, hogy mit is keresek én itt, mi is, van ennek értelme. De így, hogy a napok azok túlságosan nagy ciklusok ahhoz, hogy ezek a holtpontot mérni tudjuk benne. Tehát itt a verseny időszakának óráiban, perceiben mérhetőek ezek a holtpontok, amiken át kell nyomni, át kell szenvedni magát az embernek. Mi a válasz arra a kérdésre, hogy mit is keresek itt? Én nem tettem fel magamnak ezt a kérdést. Az már régen rossz, hogyha az ember felteszi, akkor feladja úgyis. Aha. Tehát, hogy az elején kell elhatározni, hogy és utána végig kell csinálni. A család mit szól, Ferenc? Hogy mit mondanak, hogy őrült vagy kicsit pihenj, vagy agódnak, vagy már megszokták, hogy eltűnsz, és akkor úgy valahol megkeresnek egy kerékpárral a válladon éppen a 300. kilométernél. Tehát mi a reakció? Hát ennek egy vonulata volt. A család az eleinte nagyon tetszett nekik, hogy egyáltalán a képesség az apában. Aztán utána volt egy nagyfokú tiltakozás, nyilván az időrablott elégenség. Most, hogy elmondhatom így nagy közösség előtt is azt, hogy életem utolsó ilyen hosszú távú, extrém hosszú távú versenyét teljesítettem, ezektől a mondatoktól, hogy most megnyugodtak. Ja, hogy ez volt az utolsó, ezt kimondtad? Igen, igen. Ilyen extrém hosszú távú versenyben ez biztos, hogy ez volt az utolsó. Én úgy gondolom, hogy olyan határokat feszegetünk, aminek igazából nincs értelme átlépni. Tehát ez egy olyan különleges sport és egy olyan különleges hosszúságú dolog volt, aminek ahol nincs tovább. Tehát se az emberi teljesítő képesség, sem az időbenisége nem fokozható. Vagy ha fokozható, az viszont már értelmetlenné válik, mert az meg már nem a sportról szól, hanem a szenvedésről. Jár ezért valami pénzdíj? Vagy az embernek megveregetik a vállát, hazamegy, és kezdődik utána egy szürke hétfő. József? Szerintem nem fogunk kapni semmiféle pénzdíjat. Szponzorom sincs, én álltam a versenyköltségeit. Haszta mindeni. Senki nincs, aki emellé a teljesítmény mellé odaállna Magyarországon, hogy van két ember, aki 30 napon keresztül ezt megcsinálta.
Azért döbbenet. Igen. És főleg úgy, hogy hatalmas dicsőséget szereztetek a városotoknak is, itt írják, az országnak hogy, is. Írják, hogy ezt a Duracell nyurat le lehetne már cserélni, hát és meglennének az arcai. Ketten fognának. Elfáradnak. Na jó, fiúk, hát gratulálunk, büszkék vagyunk rátok. Ez számunkra teljesen felfoghatatlan és értelmezhetetlen, de jó, hogy van egy olyan sportág, ahol ennyit teljesítenek emberek, és jó, hogy van egy olyan sportág, ahol ráadásul két magyar végzett az élen. Úgyhogy gratulálunk nektek, és hajrá! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Rokop József, Szőnyi Ferenc, köszönjük szépen! Hello, sziasztok! Hello! Látod, János, hát van még hova fejlődnöd. Futogatsz te itt ilyen kis 12-20-akat, de hát azért még így van hova fejlődnöd. Csíra vagyok. Nem akartam így mondani. Igen. Szép kilátások. 7:30 pontosan, 4 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt pontosan 2 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, rengeteg közlekedési hírünk van. M1-es, M7-es közös szakasza elesett. Hát az minden reggel elhasal. Igazából, ugye? A kérdés, hogy hány órakor és hogy meddig? Meddig, igen. Tart. Ezt Hozó 76 küldte nekünk. Káosz a Budapest nyugati szob közötti vonalon, 30 perces késés, a vasutasok nem tudnak úrrá lenni a helyzeten napi szinten. Ez van, írja nekünk egy hallgató. M5-ös bevezetőn erős a forgalom, üdv Peti, valamint nagy a köd a 86-os főúton Répcelak és Csorna között. Szent Lőrinc káta centrumában közműépítés zajlik, jelzőlámpák irányítják a forgalmat. Viktus küldte nekünk, valamint M7-es 115-ös kilométernél jól járható, ugyanígy tej föl és tej olcsón eladó. Na, tök jó. Ez Torrente üzente nekünk, köszönjük szépen. Chemtrail csíkos az éges, sokan írják, de ezzel már nem akarok senkit nyomasztani. És igen, ma van Polgár Peti szülinapja. Jaj, Isten éltesse sokáig. Hát biztos felköszöntötték már néhányan, de még nem elegen, úgy érzem. Jaj, add már meg a számát, mert arra gondoltok, hogy adjunk lehetőséget a hallgatóknak, hogy kifejezzék a szeretetüket és felköszöntessék Petit? Hát a Petit a szeretet élteti. Azon szörfözik. És imádja, ha így ismeretlenül korán fölhívják. Nekem múltkor mondta, hogy úgy szereti, amikor így hét körül. Tényleg? Persze. Hát gyerekek, ezen nem olyan. 0620 206 29 74. 206 29 74 20-as. Jó? Tessék, jó. Boldog születésnapot kívánni Petinek előtt. Jó reggelt is kívánni, mert valószínűleg alszik. Nyugodtan, ő ezt szereti? Imádja, bárhogy is tiltakozik, hogy bármennyire is az ellenkezője látszik, érződik a szavaiból, reakciójából, egyébként legbelül tényleg lubickol az érzés, hogy ennyi ember szeret. 20-as, 206, 29, 74. Jól van. És tudod, és lehet úgy kezdeni, hogy tudom, hogy imádod, nem kell megjátszani magad. Jó van, ez és már magad. Jó, ezt nyugodtan mondjátok neki. Ne kéresd magad. Kérdezzétek, ha már forgalomról van szó, meg ugye beolvasok mindig ezeket a kis útinformos SMS-eket, meg e-maileket, stb. És olvastam egy nagyon helyes kis hírt, és gyorsan utána néztem, hogy mit kell tudni egyébként arról a kedves kis járműről, ami a kínai forgalomba keveredett, és egyébként PLZ-05-re nevezték el, és egyébként egy harcjármű. Gondoltam, megnézem már, hogy mennyiben zavarhatta ez a kínai forgalmat, amikor ez ott megjelent az autók között. Annyira nem, mert hogy 35 tonnás, 11 méter hosszú, 3,3 méter magas, és egyébként egy önjáró löveg. A kínai forgalomban bekeveredett, egy valahogy leszakadt a kis hadoszlopról, amiben ő benne volt, valami rosszul irányította a harckocsinak, pontosabban ennek az önjáró lövegnek a parancsnoka, és így bekeveredett a városi forgalomba. És egyszer csak valaki így balra nézett, és meglátott egy ilyen, hát mondom, viszonylag kicsinek mondható, egyébként több mint 10 méter hosszú járművet. Hogy azért ezt elképzeljük, amikor megyünk az M0-áson, mert menj már anyádba, ne szorítsál már le! Érted. És ez egyszer csak ott volt közúti csak forgalomban. Ott volt. Így van, van jó is róla Isten. Egyébként fotó, ahogy ott állnak mellette balra, jobbra az autók, és ott vár egy piros lámpánál, hogy végre indulhasson. És ki tud lőni ő gyorsan, már hogy sebességben? Máskülönben ki tud lőni, mert egy 150 mm-es, 155 mm-es ágyú is tartozik egyébként hozzá, és hát ugye a kis 35 tonnája alatt elcsordogált az ő kis 56 km/h sebességével. De és hogy lehet eltévedni egy ilyennel? Tehát így mész egy komoly jobbra, nem balra, most már mindig. Hát rossz helyen tért el. Peking, balra, ő letért, igen, egy körforgalmat elnézett, egy jobbra kanyarodást elnézett, ott ráfordult, ott már autópályán találta magát, ami bevitte Peking centrumba. Martricánk van? És képzeld, hogy Pekingben nyilván egy picit nagyobbak a körforgalmak, de azért, amikor bekerül egy körforgalomba, tudod? Vagy amikor tényleg szólnak neki, hogy ne a belső sávba, parégy. Érted, lassítod a forgalmat, csak 56-tal tud menni.
Peking egyébként felfoghatatlan, én voltam, tehát a Peking az úgy néz ki, hogy mondjuk elmész megnézni a nagyfalat, ami Pekingtől mondjuk egy 3 órás buszút, rámész még Pekingben egy autópályára, 1 órát mész autópályán, és még mindig Pekingben van. Tudod elhagyni. Már ott vagyunk, nem ez még mindig és Peking. És az agglomerációval együtt egy órát mentünk 100-zal busszal, és valaki megkérdezi, hogy hol vagyunk. Az idegenvezető, hogy nyugodtan üljön vissza, ez még Peking. Peking külvárosában vagyunk. Érted? Tehát az már nagyjából, mit tudom én. 100 kilométer, 80-at. Eger, Gyöngyös, ugye körülbelül igen. Már azért így elhagyott Budapestet. Autópálya, ugye egy gyorsforgalmi út, lehet, hogy nem autópálya, mint ami 100-zal ment a kis buszunk, sehol, a nagyfa, ez Peking. Pauze, üljön vissza mindenki. Ez felfoghatatlan, tehát na, egész egyszerűen elképesztő. Akkor itt se lehetett probléma, biztos mondta a harckocsi parancsnok a lövegkezelőnek, vagy annak, aki aggódott a jármű, hogy nem érdekes, hogy 30 kilométerre lesz majd egy egérútot, akkor ott le tudunk menni jobbra, és akkor visszatalálunk a laktanyába. És ha nem lesz egérút, akkor megcsinálunk magunknak. Egyébként igen. És a végén a rovancsnál mi lehetett, amikor mondták, hogy szerintem valaki hiányzik, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, hol van? Csengék, hol van? Hol van Csú? Hol van Csú? Igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Zsuska, hello, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggel! Hello, sziasztok! Honnan hívsz minket? Veszprémből. Veszprémből. Jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Ezt csinálják, ez még kevésbé fontos. Maraton futni. Hogy nem? Murván, ha hol már. Futnak, edzenek. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ó, hát ez... Ez egy Black Tuplex szám? Nem. Felejtsük el, hogy rákérdeztél. Jó. Mutatom még egyszer. Még egyszer, figyelj! Na, nem annyira nehéz, hát, magyar az biztos. Olyan igen. Sokat játszottuk, hogy... Trambulin. Hát ez... Rojtára, mi van? Igen. Így van, Roy és Ádám. Ezzel robbantak be? 97-98, Roy és Ádám. Igen, ez volt az a szám. Így van. És utána volt a trambulin is. Igen. Jó, köszi. Zsuska, ügyes vagy, kivettük a bögrét? Nem vettük ki a bögrét. Nem, nem vegyétek ki a bögrét, léci. Mondjuk azt, hogy hangosan gondolkodott, Zsuska. Igen, legyen az, hogy nagyon hangosan gondolkodtál, jó? Mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Forrasztok. Nagyon forrasztasz. Forrasztasz. Diódákat, ledeket, nyákokat? Igen, jól vágod, igen. Tényleg? Igen. Van egy kis forrasztópákád, onnan ott próbáltok? Igen. De mit csinálsz, mit gyártatok? Hát egy panel van előtted, és akkor abba raksz bele. Nem is tudod, hogy mi lesz belőle? Fogalmam sincs róla. Az meg lehangoló. Az lehangoló, forrasztasz, aztán jó, nézd a végére. Na, most viszont nyertél egy bögrét, vagy hát nyertetek, ha többen voltatok. Küldjük, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, Zsuska, hello. Sziasztok, szép napot, sziasztok. Hello, ciao. Na, ügyes volt. Nagyon jó megfejtette, és most mehet vissza drónokat készíteni. Igen, egyébként ez érdekes, hogy csinálsz valamit, és nem tudod, hogy mit csinálsz. Nem? Igen. 5 perc van, pontosan 8 óra várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt 10 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello. Sziasztok. Hello. SMS számunk 06-60-645-00-00. Megjött közben a TBS, itt volt egy kis összenevetés, ez volt a kuncogás oka. De ő majd csak 9 óra után. Van egy friss közlekedésünk, ami nagyon fontos. Itt van velünk a hallgatónk. Hello! Sziasztok! Judit, hello Judit! Sziasztok! Judit, mit találtál, vagy mit láttál? Hát, ugye hallgattalak benneteket, hogy van egy baleset, és persze indultam Kaposvárról reggel. A saját rádiódat egy picit lehalkított? Bocsánat. Ja, igen, már is. Így már jó? Jobb, igen, köszönjük. Oké. Tehát hallgattalak benneteket, és hát vártam, hogy majd valóban akkor a jobboldali sávon szépen lassan el tudunk menni, de Szászónál már letereltek mindenkit, tehát ki volt írva a kijelzőn, hogy a híd lezárva. Még előttünk a kamion átment, a többieket már nem engedték, tehát letereltek minket Szászónál, és Zamárdinál tudtam visszajönni a pályára. Uh-huh. Tehát ez akkor ez az M7-es Budapest felé Szászónál teljes útzár. Így van, teljes útzár. És mentőt láttunk a túlsó sávba, tehát Balaton felé,
villogó mentőt menni, úgyhogy lehet, hogy nagy a baj, nem tudom, mert ugye nem láttuk így, hogy nem tudtunk elmenni mellette. Judit, köszönjük, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Köszi, jó utat neked. Sziasztok, köszönöm. Hello. Sziasztok. Budakalászon az M0-ás felhajtónál van egy kétsávos körforgalom, mert rendesen kéne használni, áll a dugó miatt a Szentendrein befelé, ez bajusz üzeni. Trafi az M3-ason a 185-ös kilométernél, ahol az M3-as és az M35-ös találkozik. Göt fölött tiszta csík az ég, és megmagyarázhatatlan, hogy eső nélkül hogy lehet szivárvány. Megpróbálok majd képet küldeni. Ezt egyébként többen megírták, hogy olyan érdekes égi jelenség van, mert hogy az eső nem esik, viszont brutális szivárvány van. És próbálnak többen képet is küldeni. Erre is van valami összeesküvés elmélet? Nem, esetleg nincs. Hogy valami világméretű globális összeesküvésnek az első momentumait észleled most ebben a pillanatban, és te lehetnél ebben a dologban az első? A titkos szivárvány hadtest? Így van. Az NSA felhatalmazásával a titkos szivárvány hadtest akcióba lépett, és ahol munkálkodnak, ott szivárvány jelenik. A Rainbow Army. Nem, hát nagy buddhista papok meg vonalvezető lámák temetésén valóban megjelenik szivárvány, de mindig? Tessék? Mindig van? Sokszor, meg nagy beavatások után is. Ezt hogy kell elkezdeni, hogy megjelenik a temetésükön szivárvány? Isten veled! Isten veled! Isten, hogy miért kell? Te kellemi vezető. Igen. Nem, mit tudom én, a dalai... Szia, árány, hát te hogy erre? Nincs csak erre jár. A dalai láma, amit még kála csakra beavatást tart, akkor sokszor szivárvány jelenik meg, vagy olea... Ilyen csapra? Nem. Csapra vernek egy kálát. Fordó, egy kálát, ja. Igen, vagy ha olea is bizonyos helyeken mondjuk póvát tart, vagy vannak bizonyos beavatások, akkor utána sokszor szivárvány jelenik meg. A múltkori póva nagyon szép volt, arra emlékszem. Egy nagyon híres spanyol gróli. Egy nagyon híres spanyol drukker Oli. Aha. Ne, Bolenidáról beszélek egyébként. Hát akartam már mondani. Ne vedd föl a kesztyűt, Balázs. Oké, Balázs. Ne foglalkozzak velük? Ne, Balázs, ne. Oké, Balázs, akkor nem foglalkozom. Mondjuk, most nagyon magalatlan. És mi vagyunk a hülyék. Mi? Tehát, jó, engedd el, Balázs. Oké, Balázs. Most kapott ki gyokotól, úgyhogy most nagyon magalat van. Bolenidál. Azt arról beszéltünk, hogy ugye Peking gyorsforgalmi, ha mész, akkor egy órát mész, és még mindig Pekingben, vagy írta egy hallgató, hogy akkor Pest mekkora, 2 óra autóval, és még mindig a belvárosban. Egyébként igazad van. Váci út befelé kakuk, a Forgás utcánál áll a sor vége, és Győrben az Audi után a Molkútnál Fehér Szeátból mérnek ezt Amba és Erika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, ha már ennyien írtok és ilyen okosokat, a következőben segítsetek ki engem. Hol akadtál el? A lakásunkban vannak ajtók. Ez így önmagában ugye nem meglepő. Izgalmasnak tűnik így első. Ja, ugye már ez a sztori? Ez azért nem triviális, mert vannak, akiknél viszont nincsenek ajtók. Nálunk nincsen. Tessék. De Janinál viszont sehol nincs ajtó. Értem. Úgy még a WC sincs ajtó. Tehát azért az is izgalmas. Mi egy kvázi útában. Az a lényeg a dolognak, hogy nekünk olyan ajtóink vannak, vagy tokok, ami egy ilyen összepattintós sztori. Ezt föltették, ugye 5 évvel ezelőtt működött. Ám ezek az összepattintások meglazultak. Elkezdtem keresni egy szakembert, aki jön és megcsinálja, mert azt sem tudom, hogy hol lehet ezt meghúzni, ha egyáltalán meg lehet. Fölhívtam, most figyeljetek, 4 olyan embert, aki ezzel foglalkozik. És kérdezték, hogy mi a baj. Hát van 3 ilyen ajtó, el kéne jönni, összehúzni, megcsattintani, nem tudom, mit kell vele csinálni, ne lógjon az ajtó. Hát az nem megy. Mondom, mi az akadálya. Mert Budapesten lakunk, nem egy beláthatatlan hely, bár most felbontás van a körúton, mondom, ez lehet, hogy ez, de ha másik oldalról tudnak jönni, segítek. Följön, és azt mondja az ember, hogy nem éri meg ezt a munkát nálam elvégezni. És mondtam, hogy rendes magyar forinttal ki fogom fizetni. És mondta, hogy nem tud annyit kérni, amit érted? Tehát, hogy sokkal ideális legyen, így van, mert ha lenne ott még más munka, azért jönne, ez túl kevés. Ismerős a helyzet. Akkor megcsinálja, de hát ez fölháborító, mert egyébként most az összes ajtótok így kicsit meg van dőlve, az ajtó leér, a gyerek nyilván húzza, tehát tönkreteszi alatt a parkettát, tönkreteszi az ajtót, és nincs, tehát nem tudsz ajtót csukni. Feri, roncsd el a redőnyöket is. Ja, meg gyújtsam föl a lakást. Szedd föl a parkettát, rakjatok egy tüzet, csináljatok egy nagy bográcsot, hívjatok át minket, szeretjük a balra pörköltet. Abszolút tudom, hogy miről beszélsz. Ez tipikus. Nálunk beázott a fal. Kiderült, hogy van egy kis házás, föl kellett szedni a parkettát, a szoba, mit tudom én, 20 négyzetméter, vagy 15 négyzetméter, abból 2 soron kellett felszedni a parkettát. Fölhívtam 3 darab parkettást, eleve már, hogy megsértődik azon, hogy te fölhívod. Ugye? Tehát azt érzed a hangját. Halló! Mondom, elnézést kérek, mondom, soha nem szoktam bemutatkozni, ne legyen prekoncepció, ne az legyen, most jöjjön,
vagy a Viki nevét mondom, bár akkor kicsit fura, hogy milyen férfias a hangom, de hogy nem mutatkozom, nem mondom, innen telefonálok, az lenne a baj, hogy két csík parkettát föl kéne szedni, mert úgy néz ki, hogy alatta vizes. Há! Van-e más valami? Hát mondom, igazából tele van a mosogató, azt még esetleg ki lehetne pakolni, de hogy nincs. Hát, hogy ő azért nem jön ki. De mondom, de ugyanez, de mondom, én kifizetem. Igen, tehát, adok pénzt. Sőt, én azt is kifizetem, hogy az egész szobá árat számolja ki, kifizetem. Nem. Ment ez három parkettáson keresztül, és a negyedik elmondta, hogy mivel most parkettázási szezon van, egyszerűen nem éri meg neki kijönni, mert nem tudja elkérni az egész szobát, még hiába csiszolja fel utána az egészet, nem jön ki és nem szedi fel. És az ötödik parkettás, aki kijött, ő mondta, hogy ez 100-ból egy, aki erre kijön, ugyanis nem éri meg nekik. Ajtótokhoz? Nem, most átküldheted. Felszedte a két csíkot. A másik, amit nagyon szeretek, bemondott, hogy hol laksz. Mit tudom én, elromlott a mosogatógép. Bemondott, hogy hol laksz. És azt mondta neki, hogy mondjuk, mint a Törökbálint. Uram! Mintha legalábbis azt mondtad volna, hogy nem tudom valahol. Záhony. Mi. Igen, záhony. Uram, hát mi kimegyünk, nem tudom, 18., 19. kerület. Tehát nem! De mondom, hát Paks csomópont után egy 10 perc M1, M7 kivezető Budaörstörben. De mondom, kifizetem a kiszállási díj. Hát, uram, ne haragudjon, ne. És így nem érted, hogy az emberek sírnak, hogy nincs munka sokszor, meg hogy nem. És azt mondja, nem jön ki. De mondom, ha van kiszállási díj, kifizetem, csak legyen szíves, jöjjön ki, szimpatikus volt a honlapja, úgy tűnik, hogy ért hozzá. Nem, oda nem megyünk. Nem, Dél-Buda, oda mi nem megyünk. És így egyszerűen nem érted, hogy miért. Feltételezed, hogy mivel marha sok melója van, igen. Nem? Tehát, hogy erre nem is ér rá. Mert azt egyébként én értem, hogy ezt így elmagyarázza neked is, hogy nézze, ha föl kéne szedni az egész szobát, az ennyibe kerül, ez a két csiker, nem tudok mit mondani, ön biztos jó jár, én rosszul fogok járni, nem vállalom. Bár ezt sem nagyon érted, hát most az is pénz, nem? De nem úgy gondolkozol, hogy ha te mondjuk parkettás vagy, és te felszedsz egy parkettát, és elkéred mondjuk a szoba árának a felét, akkor utána te azt a telefonszámot elrakod, ha valami van, hívod, ajánlod másoknak is, hogy itt volt egy szimpatikus parkettás, akit én azóta már egyébként ajánlottam. Tehát nem értem ezt a fajta mentalitást. Vagy múltkor, garázskapu. Elrablottánk a garázskapu. Ja. Felhívtam az embert, hogy mondom, ne haragudjon, nem tudom, hogy milyen baj, önöket megtaláltam a honlapon, garázskapu szerelés. Milyen garázskapu? Tudod, kérdezi, kicsit megbántva, kicsit, hey. Mint egy megsértődve, hogy te egyáltalán felhívtad. Hát mondom, uram, ne haragudjon, mondom, nem értek. Baromi nehéz. Hát de mégis milyen? Nem megyünk ki akárhova, meg akármilyen garázskapura. Nem tudom. Fotózza le. Küldje át. Átküldök neki három fotót. Ez túl nem pixeles. Jó. Nem látszik. Ez nem jó, nem látszik. Menjen be. Mondom, uram, nem egyszerűbb, ha kijön. Én kifizetem, ha hiába jön neki, akkor is mondja meg a ház. Hát mi úgy nem megyünk ki. Hát csak úgy nem, ha nem tudjuk, hogy milyen garázskapu. Érted is, hogy azt gondolná az ember, hogy hát garázskapu. Egyébként elszakadt a Bovden, és ki kellett cserélni. Tehát nem márka hű alkatrészeket kellett hozni. Ja. Bukott vele nem tudom hány ezer forintot. Befotóztam neki a Bovdent, álltam a létrán, lefotóztam, átküldtem, képeket kellett letörölnöd a gépről, Benny-ről. A harmadik születésnapjára, hogy felférjenek a képek az a Bovden. Az e-mail cím. Egy óra múlva semmi válasz. Két óra múlva semmi válasz. Fölhívod? Fölhívom, hogy megkapta az e-mailt. Milyen e-mailt? Ne haragudjon, elnézést, nem tudunk kiállni a kocsiból, hogyha nem jó, jöjjön ki, vagy ne, mondja meg, hogy nem tud kéne, akkor keresek mást. A fotókon nem tudtuk beazonosítani, hogy ez milyen garázskapu, úgyhogy viszont leáll a hallásra. És ráteszi a telefon, és így állsz. És így azt mondta, hogy hol élünk? Tehát, hogy így, és arra gondol az ember, hogy ha te mosogatógép szerelő lennél, vagy garázskapu, nem azt mondnád, hogy uram, ma nem, de holnap 8-kor ott vagyunk, maximum bebukja a kiszállási díjat. Hát nem az van, hogy minden munkát meg akarsz fogni? Vagy ennyire jól megy a parkettásoknak, a mosogatógép szerelőknek, a garázskapujavítóknak, mint az asztalosoknak? Percenként több tucat garázskapu szakad le. És a szaralaknak meg... érzed magad, ugye? Tehát, hogy még te érzed magad rosszul, hogy te egy utolsó senkiházi vagy, hogy két csík parkettáért, vagy három ajtótokért fölhívsz valakit. Mert sajnos nem értek hozzá, tehát nem tudom, hogy kell megcsinálni. Ha máskor meg tök jó lenne, hogyha elmondaná, hogy mit kell csinálni, nálunk pont az ellenkezője volt, mint nálatok. Az ajtó egy kicsit megereszkedett. Erre kijöttek hárman. Mondom, nagy lehet a baj. Hogy hozzád jönnek? Mert ugye, fogalmuk nem volt róla. Én sem mondom, mert soha, de van, amikor be kell mondani a nevet, és akkor tudom, hogy egy dolgozik, kettő jön nézelődni. Nem. És akkor így nézelődnek. Figyeljetek. Segíthetek? Hárma jöttek ki, és gyakorlatilag olyan volt, mint egy nagyon komoly belgyógyászati műtét, mert volt egy mester, és a mester pedig kérte, csavarúzod, fogod, szikélagasztó szalagon, szampont, szaladj ki, hozd be, vidd el, tedd arrébb,
ketten a keze alá dolgoztak, és a művelet körülbelül úgy zajlott, hogy le kellett, ez egy ilyen műanyag biztonsági hajtó, a belső keretéről ilyen kis sávban le kellett szedni ilyen kis pattintható, ilyen kis szegély léceket. Azt leszedte, leemelt a nagy táblát, mögötte ott volt az oka ugye a megereszkedésnek, következő csinálta, papír, hullámpapír, összetekerte csíkba, összehajtogatta, megemelték az ajtót, berakta ezt a vastag papírt, mondom, hullámpapír darabot így ide, az ajtó egyenesbe állt, visszarakta, és ennyi, és kész volt. Na most, ha ezt nekem telefonban például elmondja, hogy persze, hát gyakorlatilag az egész művelet ez gyakorlatilag kellett egy ilyen, mit mondjak nektek, egy ilyen 10x10-es ilyen kis hullámpapír darab. De nem tudta, hogy biztos ez a baja. Igen, mert lehet, hogy nagyobb bajra számítottak, mert hárman jöttek. Hogy 5000 forint lesz. És aztán elmentek. Az egy papír, 5 rugó? Bizony. De jó. Elégedett? Hát mondom, egyenes az ajtó. Gyönyörű. Nyitódik, csukódik, hát mondom, rendben. Akkor köszönjük, 5000 forint lesz. Viszont hallásra, viszont látásra. Hozd a ládát, hozd a szikét, hozd a törlőt, hozd az oxigén. Tehát, hogy konkrétan, mintha egy műtétet bonyolítottak volna le, de mondom, az egész ez gyakorlatilag egy ember is elég lett volna, aki adott esetben lehettem volna én is, meg 10x10 centi hullámpapír, mert hogy ennyit használtak fel. Na most volt otthon hullámpapírod? Nem, a hullámpapír... Tessék! Ja, várjál, nem, a hullámpapír is a miénk volt, most jut az eszembe. És levettek 5 rugóra? Aha. De az volt a kiszállás, vagy az volt a munkadíj, vagy az úgy egyben? Az úgy egyben, meg hát hárman voltak, érted? Aztán bezsúfolottak a kis autójukba, azt elpöfögtek. Szaktudás meg kell fizetni. Hát figyelj, én nem tudom, hogy kell megcsinálni. Ők a munkába hisznek. Így van. Most valószínűleg ez az én ajtótokom is három ilyen húzás. Csak nem tudom, hogy hol kell húzni. Valószínű, ugye nyilván, ha egy egész lakás asztalos munkája, ha komplett parkettázás, a konyha bútorszerelés, abban van a nagy pénz. Tehát itt kijön, és most mit kérjen el érte? De akkor is fura a mentalitás, mert ha kijön, szimpatikus, akkor lehet, hogy az neki még mondjuk 2000 mínusz, de mondjuk utána névjegykártyát kérsz, fölírod, nem? Tehát az ember valahogy ezt a fajta mentalitást így nem érti. Meg mondjon rá valamit, érted? Mondjon rá összeget, és akkor majd én eldöntöm, hogy nekem ére, mit tudom én, 5000 forintot a három ajtótok. De ez nem csak ilyenkor van így, amikor ki kell szállniok. Szervizzel is jártam már meg így. Hát ugye Ferencnek a segítségét azért kellett igénybe vennem forrasztás ügyben, mert gyakorlatilag nem vállalták valaminek a javítását. Pedig beviszed, és te is tudod, hogy mi a hibája. Nekem van otthon ugyan forrasztó pákám, nem értek hozzá, mindig elcseszem vele. Ezért bevittem, mondom, akkor megcsinálni. Nem, ilyesmit nem vállalunk. De mondom, mit? Hogy két drótnak az egymáshoz a forrasztása? Hát ezt nem, mert nem tudnak érte annyit el, és szintén. És beviszed, és nyilván meg tudná csinálni, nyilván 7 perc alatt az egészet megjavítja, de mégse, mert ő nem forraszt, dobja ki. Ők vajon egyébként hasonlóan gondolkoznak rólunk? Tehát ő este elmeséli a feleségének, hogy hülye felhívott, és azt hitte, hogy kimegyek két ajtócsavarért. Tehát Buda őrse. Tehát ő van ez alsó, hogy képzeld, de hát fölhívtak, mit tudom, Török Bálintról mosogatógépet szerint. Hát abban a hülye, hát még biztos most is kézzel mosogat, a marha, azt hitte, elmegyek. Tehát, hogy ő náluk van hasonlóan, ez nyilván, a hülye ügyfél. Persze. Biztos. Hát nekem biztos, hogy elmesélték, hogy az én sztorimat elmesélték oda. Fő pont arra jártunk a Dezsőjékkel, érted, beugrottunk a kricsmibe, ittunk egy ízre. Jó, én persze ezt nem ittam, csak valami üdét. Aztán hallom, csörög a kis csávó, ott kimentünk, még hullámpapírjuk is volt ott. Miért várj, öt rúgóra vettem le. Aztán még elmentünk meg a bélelni, többiek. Ugyanígy jártam, mit tudom, egy évvel ezelőtt Redőnynél. Följövöm a redőnyszerelő, ilyen motoros a redőny, megyünk, kattogott, nem húzta föl. Följövöm, hogy jó napot kívánok, az a redőny, az a probléma, hogy mondom, nem megy föl a redőny. Biztos elszakadt a zsinek, viszont hallásra. Várjál, mondom, te szemét visszahívlak, most elkaplak. Mondom, hallottam, hogy nagyon rohany, elszakadt a zsinór, hívjam vissza később. Annyit nem tudtam elmondani neki, morsoros. Tehát ez nem egy rögzítő volt? Mindenkinek ez volt. Visszamondom, elnézést, ne haragudjon, mondom, az előbb én telefonáltam, mondom, effektíve, fizikailag lehetetlen, hogy elszakadjon a zsinór, mert nincs. Jó. Az akkor... a baj, nincs zsinór. Viszont alasan. Akkor milyen hangot ad? Utána uram, nem hallgattam meg, mondom, az ablak másik oldalán van, csukva van az ablak, nem megy föl. Álljak föl egy székre, és hallgassam meg, hogy milyen hangot ad, hogy beakadt csak a redőny, vagy ledobta az a gyűrű, vagy nem tudom mi, vagy csak a motorkattok forgatja, de nem húzza föl. Hallgassam meg, hogy a rákátáká, vagy tiki-tiki. És hülye, szerencsétlen módon állsz egy széken nyújtózkodva, a füledet így oda tartod a redőnyhöz. Kell nézni, nem tudod, hogy mit kell nézni, nyomod a távirányítót, a füleden egy ilyen rettenetesen unolt, hihetetlenül flegma mesterember, na, mit hall? Mondom, uram, kattott. Tartsa oda a telefon. De tudod így, hogy már kellemetlenül érzed magad nyomorultnak, megalázva. Te szerencsétlen, hát nem is veletve. És végig mondom, hogy uram, higgyel, hogyha ez lenne a szakmám, és tudnám, hogy mit kéne alani, higgyel, hogy megcsinálnám. Leszerelném a tokot, megcsinálnám.
felállnék, és utána elkérnék magamtól 10 000 forintot, adnék magamnak számlát, majd távoznék a saját lakásom. Nem tudom, hogy mit kell hallani. Jó, akkor tartson a telefon. Érted, és tartod? Jó. Jövő hét kedd, jó lesz? És mindezt így. És szerda van, tudod, jövő hét kedd. Hát nem lehet, picit nem olyan fontos, hát meghalnak a növények, sötét van a szobában, minden, majd kiviszik őket. Nincs előbb. Nem tudunk kijönni. És így egyszerűen nem értem. Nem a visegrádi hogy... gyógyítót hívtad? Tartsa oda a telefon. De jó, így nem tudom megcsinálni, hogy jöjjenek el a rendelésem. Csak mondom, hogy azóta már találtam kiváló redőnyös, hogy a mostani redőnyös a haj, akkor nem róla van szó. Tehát ez 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt, mert azért közben önérzetesek is, nehogy magukra vegyék. És állsz hülyén, fotókat küldesz, nyújtózkodsz, és az egésznek van tényleg egy ilyen, hát kicsit hülye vagy, hogy felhívtad, nem? Igen. Vagy hogy vettette a bátorságot, hogy szóljál, hogy valami nálad rossz egyébként? Valahogy fura módon tényleg elvárják a szaktudást. Tehát azt, hogy értsd is, hogy meg tudjad magyarázni, hogy telefonon keresztül el tudjál neki precízen, pontosan mindent mondani. Valahogy olyan szörnyű ez ezek. De nem csak ilyenkor forgul el. Egyszer hívtam például segítséget, mentőt konkrétan, egy idős asszony. Ezt kérdezték tőlem, mi a baja. Hát mondom, hát tetszik, tudni, már javítanám. És mondták, hogy hát mondja meg, diagnosztizáljam. Hát nem mondom, ne haragudjon, hát nem ez a szakmám, én nem értek hozzá, maga biztos többet. Jó, de életveszélyes az állapota? Hát itt fekszik, és nem vesz levegőt, az életveszélyes, kérdeznék vissza, nem? Hát de érted. Megvan kezelába, nem egy akkor egyszerű, nem életveszélyes. Nem egy egyszerű dolog, hát nem, sok dolguk van. Igen, mennyire súlyos, ugye? Ők azt szokták sokszor kérdezni. Igen, mennyire súlyos. Hát tudnám, meg is gyógyítanám, tehát ez egy nagyon jó kérdés. Igen. Azt mondja, gáztűzhely szerelő, egy-két hallgatói SMS. Gáztűzhely szerelő azt mondta tegnap anyunak, hogy gáztűzhelyet legközelebb januárban szerelünk. De addig mit? De addig mit szerel? Ugye? Nagyon nagy duma. Addig mikrózzanak. Vidékről hívjatok szerelőt, hamarabb kimegy, higgyétek el, Szilárd Esztergomból. Autószerelővel jártam így, 5 szerelőt hívtam fel, ebből márka szervizt is, péntek délelőtt leszakadt az ablak, és közölték, hogy majd jövő hét kedden meg tudják csinálni. Az még egész jó, hát a jó. Hétvégét megnézett, hétfőre már tele voltak. Mi üvegest hívtunk, úgy kezdte, ma péntek van. Ott ja. Már érzed, hogy vége van, nem? Tehát ott már tudod. Ott már tudod, hogy vége van a dolognak, igen. Én ács vagyok, ha tetőgondotok van, én Kaposvárról szívesen felmegyek, így a Joci. Vannak most már sokan, akik jelentkeznek. Igen? Az ajtózsanéradra. Igen, voltok, köszönöm. Hozzánk egyszer kijött egy fűtésszerelő, ránézett egy másodperc alatt a gázkazára, azt mondta, ez menthetetlen, és elkért 8000 forintot, és az nem az a kiszállási díj, és nem a kiszállási díj volt, azon felül még. Én sokan írek, hogy nem a munkadíjat kell megfizetni, hanem a tudást. Látod, nálad a papír tekert csak tudás. Igyelj, mondom, 10x10-es hullámpapír darab volt, ami otthon volt nálunk. Na, de te nem tudtad volna betenni. De oké, értelek, de hogyha mondjuk bevágott volna oda, hogy itt tudom én valami gumidarabot, vagy műanyagdarabot, vagy ilyesmi, akkor így azt mondom, hogy így tudod, de én végignéztem az egészet, és gyakorlatilag ennyi történt. Szépen lemelték az oldalát, és akkor berakták ezt a papírdarabot, ami úgy idő után nyilván el fog majd annyira lapulni, hogy megint megereszkedik majd az ajtó. Na, tehát például egyedül le tudt venni az oldalát? Egyedül? Egy emberként? Nem? De. Azt hittem, ez kellett a 3 arc. Hogy nem, de. Gondolom a feltolás gátló tört el, ugye? Én már meg tudom csinálni, kérdezi valaki a redőnyre. Feltolás gátló? Lehet a feltolás lehet, gátló egyébként. Nem tudom, hogy aztán mi volt a baj, kijöttek, megcsinálták. Jó, minden esetre van már igazából olyan, aki neked megcsinálja. Igen? Van, igen. Így van, csak a kiszállás időjét ki, aki fizetem. Jó, ami 30 000 forint. Nem baj, gyere. Jó, várunk hallgatói tapasztalatokat, jó? Hogy ki hogy járt, illetve szívesen meghallgatnánk a másik oldalt is egyébként, akár ha telefonál egy mosogatógép szerelő, vagy telefonál egy asztalos, hogy miért nem jönnek ilyenkor, vagy mi kerül sokba, amikor a 18-ból átjönnek Török Bálintra, és az ügyfél elmondja nekik, hogy szívesen kifizetik a kiszállási díjat, miért nem vállalják, vagy megértsük a másik oldalt sokszor, hogy ez hogy működik, jó? Nagyon sok hallgatói reakció jött már most is, ezekkel folytatjuk mindjárt. SMS számunk 06 745 00 00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van? 3:10 van? Már beraktak egy új ATM automatát, hogy mi van? Elfogyott a készpénz a Jalinak. Ugye arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy ha az ember szakembert vagy mesterembert akar hívni a házához, vagy lakásához, és kicsi a munka, amit elvileg el kellene végezni, vajon mi az oka, hogy nem jönnek? Hát ilyen sztoria mindenkinek van, hogy megkérdezik, hogy milyen típus, nem jön neki, vagy messze vagy nem éri meg kiszállni, és hogy ennek mi lehet az oka,
aki bajban van, nyilván úgy gondolja, hogy ő is kifizetni a házhoz szállítást, vagy a tanácsot, vagy a szerelést, mégis egy csomószor inkább azt érezzük, hogy kötekednek, leszólják azt, aki csinálta előtte, de valahogy nem jön neki, főleg a kismunkáról van szó. Ha már leszólják, én azt is nagyon szeretem, erről nem beszéltünk egyébként, hogy ugye ki jön, és mindegy, hogy ki csinálta, mit csinálta, az biztos, hogy olyan, mint az ügyvéd vagy a fogorvos, aki azt mondja, hogy ezt a barbár munkát. Tehát ügyvédet még nem hallottál, hogy elvittél egy esetet hozzá, hogy azt mondta, hogy az előző kolléga, aki ezt csinálta, az nagyon profi volt, nem? Hát ne haragudj, nem tudom, ki volt a kollega, de hát nem is innen indulnék neki az ügynek. Vagy a fogorvos, ugye szintén? Ez hogy hát, tömték ez? Ne haragudj, én nem is akarom kérdezni, hogy ki volt, meg nem is rám tartozik, de hát ez hogy néz? Nekem volt egy konkrét ilyen, és akkor kérdezte, hogy ezt meg ki csinálta. Hát mondom, maga szabadságon volt, a főorvos úgy csinálta. Ja. De gyönyörű. De nem így van, kijönnek a kazánhoz, a redőnyhöz, a festéshez. Jézusom, hát ez... Ugye azonnal leszólja az előzőt. Na, nagyon sok hallgatói SMS jött, mindjárt ezekből is szemezgetünk, csak arról beszéltünk, hogy szerettük volna meghallgatni, vagy szeretném meghallgatni a másik oldalt, a szakember felülő közelítést, hogy sokszor mi az oka annak, egy mosogatógép szerelőnek, egy redőnyösnek, egy asztalosnak, hogy nem jönnek ki, vagy nekik nem éri meg kijönni. Csak hogy halljuk a másik oldalt, és itt van István. Hello István, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Na, te mosogatógép szerelőként dolgozol, ugye? Mondhatjuk, igen, abszolút. Na, beszélj nekünk egy kicsit a másik oldalról, hogy megértsük sokszor, hogy mi a kötekedés, vagy a kinemjövés, vagy az elutasítás oka. Kezdjük például a Jani esetével, hogyha nem személyeskedésnek szánom, de nagyon jó példa arra, hogy azt mondja a János, hogy hát 5000 forintot elkért ez az asztalos, vagy ez a redőnyszerelő tőle. Ajtó. Azt nem látják az ügyfelek nagyon sokszor, hogy hát valahogy nekünk oda kell kerülni hozzátok, ami egy autó, egy üzemanyag, stb. Valahogy meg kell, hogy találjatok minket, ami úgy szintén reklám, tehát pénz. Tehát minden pénz. És nem azt kell kifizetni effektív, hogy ott vagyunk nálatok és 5 percet dolgozunk esetlegesen, hanem az egészet nektek kell kifizetni, mert hogy belőletek élünk. Tehát azt is nektek kell kifizetni, hogy mi reklámozzuk magunkat, hogy megtaláljatok, és azt is, hogy oda menjünk hozzátok. Picit. Tehát ez egy rezsi, amit valahogy ki kell gazdálkodni, és természetesen rajtatok az ügyfeleken kell, hogy kigazdálkodjuk. Tehát ez... Picit félreértettél, mert nálam nem az 5000 forinttal volt a probléma, hanem azzal, hogy egy 10x10-es hullámpapír darabot összehajtogatott, berakta, és már kész is volt az ajtó. Tehát, hogy ott igazából én a szakértelmet, illetve azt hiányoltam, hogy egy picit komolyabb munkát végezzen. Ez nyilván senki sem gondolja, ja, értem, hogy... értem, tehát a kivitelezés volt. Persze, tehát, hogy az a hullámpapír darab az egy idő után meg fogod fáradni, és akkor majd megint kihívhatom őket. Igen. Az miért van, hogy például valaki fölhív egy szerelőt, de legyen garázskapu szerelő, mosogatókép szerelő, teljesen mindegy. Megkérdezi, hogy hol van, és azt mondja, hogy uram, én kifizetném a kiszállást, csak jöjjön ki, mert mondjuk ön dobta föl először a honlap, és azt mondja, hát oda nem. Mire az ügyfél, vagy mi, vagy bárki sokszor azt mondja, jöjjön nyugodtan, kifizettem, ha azt mondja, 6000 a kiszállás, és azt mondja, hogy nem, olyan messzire nem megyünk. Na most a messzi az például egy Török Bálint, egy Bakcsomópol, mit tudom én. De ennek mi az oka? Hát mi általában kijárunk Török Bálintra is, meg a környező Budapest körzetébe is. Nekünk is néha problémás. Az egyébként az idő konkrétan, itt az idő a legnagyobb probléma. Tehát ha van munka, akkor nem kérheti el azt a pénzt. Tehát ha most ő egy munkát eldob, mert az utazás, ugye hát látjátok a várost, mi mint a taxisok úgy működünk, ilyen napi 150 kilométert átlagban nyugodtan mondhatok egy napra, Budapest területén belül mozgunk csak. Ehhez elmegy 150 kilométered, ami rengeteg idő, mert hogy nem tudsz haladni, soha nem tudsz haladni, elcsúszol a munkákkal, az kellemetlen, ugye az ügyfelek ezt nem nagyon tolerálják, mégis elcsúszol napi szinten. Általában, hát ha úgy gondolod bele, hogy mondjuk tegyük, hogy 5000 forintot haszonra számít idézőjelesen mondjuk a szerelőd, akit kihívtál, ha kimegy hozzád, elhagy egy munkát, mondjuk egy Török Bálintra simán egy munka ugye elcsúszik neki, ha lenne munkája feltéve. Ott van nálad, az egy munka, és mikor visszajön, akkor még egy munka elment, tehát mondjuk 10000 forint bukó neki. Ha ezt a 10000-et szépen kifizeteti veled, akkor haragudni fogsz rá, ha meg nem megy ki, akkor meg azért nem fogod érteni, hogy miért nem megy ki. Tehát neki itt az idő. Tehát mi reggel mondjuk mi 7-8-kor szoktunk első címre menni, és van, hogy este 10-kor én még kopogok be, vagy csöngetek egy ajtón. Igen, de biztos, hogy bejön az idő alatt az a másik két munka, amiről lecsúszol, hát, mert az enyém biztos. Érted? Kérdéses, persze. Na ez persze. Az. Na, hogy az enyém biztos, hogy kapsz három hívást, igen. Illetve én úgy látom, hogy a javítások általában annyira le kell nyomni az internetes reklámok miatt az árakat, tehát élő példa,
két héttel ezelőtt fölhív egy hölgy, rossz egy mosógép, mennyibe kerül a kiszárás, nincsen kiszárás. És azonnal hozzáteszed, mert utána már le fognak anyázni a helyszínen, hogy 2000 forint a minimum munkadíjat, hogy megnézed neki a gépet. Azt mondta, hogy nem hív minket, mert drágák vagyunk. Van, aki ezt ingyen megcsinálja. Hát számolt ki, parkolójegy, üzemanyag. Jó, hát ez jogos, persze. Tehát aztán persze visszahívott, de akkor már nem is akartuk nagyon vállalni ezt a dolgot, mert ti pedig mindig le akarjátok szorítani az árat, és így esnek bele az ügyfelek a drágább dolgokba. Egy márkaszerviz, egy, hadd nem mondjak márkákat, nevesebb márkaszervizek, az, hogy megnyomják nád a csengőt Budapest előttén belül 8-15 ezer forint, mikor a csengőt megnyomta. Tehát onnan indul, ját. Igen. Tehát katasztrófa árak vannak, és mindenki ugye kitalálta egy szerviz, vagy valaki, én haragszok ezért abszolút, hogy nincs kiszállási díj. Ez egy hazugság, egy szemenszedett hazugság. Kénytelenek voltunk mi is ezt írni, és nem számolni, de valóban be kell, hogy építsd a jegyet. Tök jogos, igen. Igen, tehát... oké, és sán köszönjük, bocsánat, hogy közbeszólok, csak nagyon sok SMS is jött még. Köszi, a lényeget hallottuk. Köszi, ciao. Hello, hello. Nézzünk gyorsan egy-két SMS, mosógépem nem szívta fel a vizet, szerelőt hívtam, megjött a szaki, mosógép indít, hal, kattanás a gépből, mire a szerelő, aha, mire én naivan kérdeztem, mi a baja, a válasz a szakitól, baja egy város. Na, ez nagyon jó. Szellemes szerelő, ezzel nincs baj. Jó. Ne szidd a redőnyösöket, én is az vagyok, megvolt az oka, hogy felküldött a létrára, a szolgáltatói oldalon se egyszerű, sőt kimondottan nehéz néha. Írja egy hallgató. Nekem van egy fantasztikus asztalosom, de eszem ágában sincs megadni a számát. Köszi, király vagy. A mosógépen meghívásodott, jött a szaki, közölte, hogy új alkatrészt hoz majd, 3000 plusz kiszállás, ha meg lesz hív. Egy hét múlva telefonál, hogy 10 órakor áll a kapuban, jött szerelni. Mondtam neki, hogy dolgozom, nem vagyok otthon, nem tudom beengedni. Erre azt mondta, hát jó, és lecsapta. Hazaértem, a postaládámban volt az alkatrész, plusz a cetli, kiszállási díjat, majd intézzük, ha találkozunk. Ez elképesztő. Nem? Budapesti asztalos vagyok, másokkal ellentétben akár egy csavar meghúzásaért is kimegyek, van úgy, hogy nem kérek annyit, hogy megérje. Az asszonnyal már párszor veszekedtünk is miatta, de én úgy vagyok vele, hogy máskor, ha nagyobb dolog kell, akkor is engem hívnak majd. Feri, ha kell, én megcsinálom neked a tokokat, de beltéri rá, ajtókkal is foglalkozom. Kiszállás 50 ezer. Nagyon jó. De hogy is nem ezt mosogatógépet elvitte a szerelő, egy hét múlva hozta, és valamilyen, nem tudom, mit cserélt benne, 11 ezer forint, két hét után az ugyanazokat a hibákat produkált a gép, megint elromlott, utána egy hónapig hiába vártam, nem jött. Mindig csak ígérte. Felhívtam egy másik szerelőt, a lényeg az volt, hogy amilyen alkatrészt cseréltek benne, olyan nincs is. Írja egy hallgató. Én telefonos útmutatással cseréltem szivattyút az automata mosógépen. Ilyen jófej is tud lenni egy vidéki mosógép szerelő. Tegnap volt nálunk a villanytűzhely szerelő, megállapította, hogy mi a hiba. Ha beszerzem az alkatrészt, megint eljön és beszereli. Szerintetek merre induljak? Igen. Ez milyen helyes? Nagyon szerezze meg az alkatrészt, ha megvan, itt vagyok, beszerelem. Ilyenkor azért elég kiszolgáltatott a rászot, nem? Tehát, hogy ebben az egészben egyébként ez a szörnyű. Most gondolj, hogy idős ember vagy, ott vagy valahol, lerohadt a redőny, elromlott a mosógép, folyik a csap, stb. És azt mondják, hogy nem szállnak ki, mert túl messze van, mert hogy nekik az már nem éri meg. Ez nagyon fura egyébként, ez, hogy ilyen felállítanak ilyen prioritásokat. Ez olyan, mint hogy a taxis beülsz, ez velem konkrétan egyébként megtörtént. Két kilométerre nem viszel, mert azt mondja, hogy az túl közel van. Legalább mert hogy 10. És akkor kiszállok a taxisra, és ne haragudj, de ilyen nincs. Értem. De ilyen nincsen, mert akkor hogy hívják, akkor írják ki a taxinak az oldalára, nem, hogy csak 2 kilométeren nagyobb távolságra fog. Elfogyott a vízcsap, hívtam szerelőt. Mondom neki, hogy nincs víz a lakásban, azt mondta, fizessen be a csekket, és lerakta. Aranyos, ez jó. Imádom, hogy leszólják az előző mester munkáját. Ezt meg kicsinálta. Igen, erről beszéltünk. Azért ennyire flagmák a szakik, mert várják az évszázad üzletét, és te foglalod a vonalat. Aha. Írja nekünk Norti. A szemüvegemből kiesett a mini csavar, a harmadik optikus csinálta csak meg. Azóta odajárok. Ezért van egyébként az, hogyha valakinek egyszer bejön valamilyen szerelő, bármiről is legyen a szó, az egy, nem adja már meg senkinek a telefonszámát, onnantól kezdve pedig visszaérted szerintem. Az előzékenység, a nagyon jó minőségben elvégzett munka, az mindig kifizetődő. Igen, egy villanykapcsoló csele 15 ezer volt. Melyikőtök fizetné ki ezt az összeget? Kérdez egy hallgató. De egyébként meg mit tudsz csinálni, amikor már benn van a lakásodban? Semmi. Igen, amit már megcsinált, és azt, hogy 15, akkor mi van? Azt mondja, ne haragudjon. Megcsináltam. Jó. Aha. Akkor meg... Hát előre tudod egyeztetni, igen, hogy mennyi volt. Igen. Na jó, hát vannak érdekes tapasztalások, azért ez egy nagy
nagy játszma, nem? Hogy a lakásban minden működjön és találja jó szerelőt. Egyébként írtak az észszerelőim is, akik nagyon helyesek, komplet lakásfelújításokat csinálnak, hogy megcsinálják. Ha... Ah, és ők igazán megbízhatók. Hogy összetudoltak és hazamentek. Igen, és fölszedték a padlót, azt is elvitték. Nálam két hete vannak, mert szívnak a vízesedéssel, de hogy nagyon profik, úgyhogy igen? Meg tudom adni, tényleg jó. Nagyon és kijönnek köszön. Szívesen. Köszön. Na, megnézzük, hogy ki a hármas ugrás játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, szia, Vince, Feri vagy. Hello, Feri! Bele is vágunk, jó? Rendben. Így szól az első kérdés, dedikált egéről átétet. Milyenek, Jani? Nehezek. Nehezek. Melyik utcában nyílik meg a kutyatár Vörös Sándor versében? Harap utca 3. Jaj, de jó vagy, de örülök neki, hogy tudtad. Van gyerek? Hát van. Mehetünk tovább? Mehetünk. Így szól a második kérdés, dedikált nyakbalkasztóért, vagy Klassz FM-es szacsorért. Hány fős csapatok játsszák a strandröplabdát? Hát, kettő. Magától értetődő természetességgel, kérem szépen. Jöhet a harmadik kérdés? Jöjjön. Így szól a harmadik kérdés, dedikált bögrét. Hogy nevezik a földrengések erősségének mérésére használt készüléket? Hát, ha segítesz, akkor ne integessük ezeket. Ja. Ezek nem nehéz, nem egy nehéz kérdés. Jó kérdés. Amivel mérik, a mi szerint a hatos földrengés erejű? Rikszettel? Nem, a műszer volt a kérdés. A műszer, amivel mérik. Másra gondoltál. Én lehet, hogy félrevittelek a szeizmográf, ugye mi szerint, a Richter skála szerint így van, de maga a műszer az a szeizmográf. Aha. Hát. Na, egy bummot oda. Jó? Tessék. Indulnak az ajándékcsomagok, Tiki Taki. Emény legyél. Hopp. Oh. Ah. Be se esett, már tudtam, hogy nem ad. Hát ilyen hitehagyott bum. Nem. Nálatok valami? Villog? Nálam igen. Hogy nem. Az villog, hogy nem. Nálam nem. Úgyhogy nálam sajnos igen. Feri nálad. Nálad egy igen villog. Nálam villog. Nem tudom, mi van vele. Nálam viszont nem. Lehet, hogy kontakthibás. Egy villogás nem villogás. Az nem. Várjál, földobok egy 20-as. Nézd már meg, Feri, a tiedet. Hogy villog-e? Én villogok. Teljesen villogok. Sajnos nem tudjuk megadni. Nem, szóval nem az a baj, hogy nálunk nem villog. Feri, köszi! Én is köszönöm. Nekem. Ciao, hello. Szegény Feri. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 5 perc, pontosan 9 óra, Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 9 óra, 10 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók. Itt vagyunk, jó idő van. Süt a nap, csikos az ég, csak úgy, mint Jani alsógatyája. Na, mikor nézted meg közelről? Hát, idejött is azt mondta, hogy Bali, szerinted ez már ciki, szerinted nagyon rossz. Most már cserélj. Mondom, hát Jani, kedv van még, nem. Hát csak egyes. Ja, még maradom. Fehérváron az elkerülő úton mérnek Veszprém irányában, ír egy hallgató, valamint újabb motoros baleset történt a Nagykapornaki úton. Ez B-üzemi. M7-es Nagykanizsa felé 94-95-ös kilométer között a külső sáv zárva, majd a 115-ös kilométernél baleset, de nincs torlódás, könyves Nándi üzente ez nekünk, valamint Kápolnán egy civil fekete autóból kamerán át figyelik az autózókat. Hellos kacok, Székesfehérváron az Újcsóri úton a körforgalomtól nem messze Várpalota irányába rendőrök most készítik elő a trafit. Igen, ezt az előbb mondtam. És M3 106-os kilométernél Nyíregyháza felé trafi. Valamint nagyon sokan írnak nekünk vonatkésésekről, ráadásul nem is 5-10 perces vonatkésésekről, hanem 20-30-40 vagy akár 50 perces késésekről, ami mindennapos. Úgyhogy ha valaki ezt tapasztalja, vagy vonattal utazik, az küldje már el nekünk, legyen oly kedves SMS-ben, mert holnap megszólaltatnánk akkor a MÁV-tól is valakit. Mindenféle bántó szándék nélkül, tehát már most mondom, hogy nyugodtan nyilatkozzanak, és sosem az a cél, hogy bántsuk őket. Egyszerűen csak megkérdezni, hogy meddig tartanak a pályamunkálatok, mire lehet számítani, tudja itt a Szobvác, Budapest vonalat írják nagyon-nagyon sokan, hogy fél órás, egy órás csúszások vannak, és még számos vonalról. Úgyhogy ha valaki ilyet tapasztal, a dolog régóta fennáll, és nem is nagyon lát esélyt arra, hogy javuljon, küldje el nekünk, hogy melyik vonalon közlekedik, és hát holnap rákérdezünk erre, ha és amennyiben nyilatkoznak természetesen.
hogy mi a helyzet. Jó. Szerintem botrányos. Tehát, hogy és komolyan nem lehet a dolog mellett elmenni. Egyébként bármilyen indokkal jönnek elő, azért 30-50 perces csúszások úgy, hogy az emberek gyakorlatilag bejárnak dolgozni, és adott esetben a munkájukat, az egzisztenciájukat, a megélhetésüket kockáztatják azzal, hogy nem tudnak időre beérni a munkahelyükre, és azt van, ahol tolerálják egy ideig, van, ahol meg nem. Nem lehet mindig azt mondani, hogy bent, amikor beérsz egy órás késéssel reggel, hogy bocs, már késett a vonal. Igen. Én ezért szeretem, ha megszólalnak, ezért volt, hogy a vitéz is megszólalt, és hogy a MÁV szóvűj is megsz, és azt, hogy igen, tudjuk, dolgozunk rajta, eddig és eddig türelmet kérünk. Az már egy pozitív kicsengése a dolognak, nem? Hogy emiatt, amiatt az utas tudja, nagyjából be tudja lőni, hogy meddig tart, van egy eleje, van egy vége, tudsz vele számolni. Tehát szerintem ezért kellene, hogy megszólaljanak, de holnap akkor erre teszünk egy kísérletet. Persze, demagog, de hát ugye a japán államvasutaknak a vezetője, vagy pedig a közlekedési miniszter már rég felvágta volna a hasát. Kettő perces csúszás után. Nem lehet összehasonlítani a kettőt, szerintem. Így van. Na, kett van! Ez pedig ugye egyetlen egy dolgot jelent, az, hogy megérkezett hozzánk Kassa TV. Minden kedden a Hungária és az Ündői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint TV for President! TV! Na, mi újság? Eljött a perc, újra itt vagyok nektek. Most nagyon büszkék lesznek rá, mutatok nektek valamit. Nem van hiszem. Egy... De. Azt mondom, hogy most igazán. Tehát, hogy én eddig is büszke voltam magamra, tudjátok, hogy tudom szeretni, tudom kényeztetni, tudom simogatni magamat. De van egy cikk, illetve volt egy felmérés egy napilapban, melyik celebben nyaralnánk, és ez abszolút reprezentatív, tükrözi az ország kedélyállapotát és érzelmi elkötelezettségét. Ez abszolút reprezentatív, ezt mire alapozzuk? Hát az, hogy elő vagyok benne. Jaj, akkor mindenféleképpen reprezentatív. Abszolút reprezentatív. Azt kérdezték meg az olvasóktól, melyik celebben nyaralnának szívesen. És ugye az egész világból lehetett választani, tehát a dolog még hízelgőbb. Hú. Mondom nektek, férfi-női összesítettben a következő a lista: Liptai Klaudia, érthető, ugye? Rubin Tréka, harmadik Brad Pitt, majd a negyedik helyen érkezik Kassa Tibor. Azt a mindenit. Na most mondjátok azt, hogy a dolog nehezen védhető. Tehát, hogy ki ne nyaralna szívesen velem, ugye? Soroljuk például, ott vannak előnyként a... Várjál, valami csak van. Keresünk gyorsan előnyöket. Például a... Várjál, hogy is hívják, ahogy is mondjam. Jó, de itt a női lista, akkor menjünk rá, mert a top, ugye ez a fontosabb, mert ugye én alapvetően a nőknek vagyok azért becélozva jobban, ugye? De ezt mondták neked, vagy? A 4 évig voltam szingli, azt gondolom, hogy ha valaki akkor... Nem lehet, hogy csak ütéstávon belül szeretnének kerülni egy hétig? Igen, hadrúgja, igen. Nem, top 10 lista a nők szerint, ott szintén az első Rubin Tréka, ott miért akarnak mindent? Nem tudják eldönteni, mert már túl férfias, tudod. Szemét. Jó, Liptai Klaudia szintén a második, Brad Pitt a harmadik és negyedik, itt ismét Kassa Tibor, tehát azt jelenti, hogy én vagyok a nők álomnyaraló partnere. Ez a két lista ugyanaz, bocsánat. Nem, utána később nem, azért, mert egyébként itt például olyan embereket előztem, meg például közvetlen utánam jön Richard Gere. A kutyafáján. Tehát azt kimondhatjuk most már, hogy jobb vagy, mint Richard Jobb vagyok, Gere. Mint Richard Gere. De ha az összes nő szavazott, akivel te nyaraltál, akkor már meg vagy, nem? Tehát tulajdonképpen utaztak féltávon nők, akik vele nyaraltak, majd mások mentek oda, és ez megjelent bulvárlapban. Tehát azt gondolom, hogy ha a nők egy tizede szavazott, akkor már odaértél. Azt akarod mondani, hogy egy kisebb utazási vállalkozást éppen nyithatnék, csak a velem utaztatott hölgyekről. Ez nem igaz szemét vagy. Tessék? Ne haragudj, volt egy ilyen időszak az életedben. Voltam, abszolút. Megfogtad, de velem jössz? Tájföld előtt 3 napig főtt, hogy szerinted kit vigyek?
mondom, Tibi, meleg a kérdés azért így ebben állom. Meleg, te szemét áld, rögtön kezdjük. Szia, Kassa Tibi vagyok a Portfolio Travels-től. Szívesen fotózlak. Milyen Portfolio Travels-től? Eljönnél velem, amennyiben le is fotózhatlak. Te szemetek vagytok, visszaértek azzal, hogy... Csicsat, ez már a gép, nem a gumi. Nézd bele a blendébe, kislány! Nem, az a baj, hogy most én arról nem tehetek, hogy ilyen szinten kapós vagyok. Érted? Hát az, hogy egész egyszerűen mindenki akar egy kis szeletkét, egy érintést a csoki fiúból, érted? Te vagy a csoki fiú. A fehér csoki. Jó, de még nézem, tehát Richard Gere-t megelőztem, és nem kisebb neveket utasítottam magam mögé, mint például Borbás Marcsit is. Van ember, aki nyaralna Borbás Marcsinál? Itt van a hatodik Borbás helyen. Borbás Marcsival? Borbás Máriával. Miféle nagy háza van nyaralának? Már ez a nő főz. Ez a nő nagyon jól főz. Imádom a Marcsit, ahogy főz. Ez a női lista. Tehát Borbás Máriával nyaralna. És egyébként a kilencedik helyen van a nyomorult Vin Diesel. A női listán a kilencedik helyen van a nyomorult Vin Diesel, és egyébként a tizedik helyen pedig Gunther Takács Gábort vinnék nyaralni, de hát az is gondolom, hogy játszanának ott egyet, vagy nem tudom, egy kis fejtörő. Kérem a következőt. Jó, de egyébként... Mondjuk ez a Rékának a második helyet, ki akar egy vagy két héten keresztül négy ütemű fekvőtámaszokat királyi reggeltől esni, de most komolyan. Jó, de egy ilyen házi bajnokságban egyébként melyikünk lenne a legkapósabb? Tehát csak ez röviden lezárva ezt a felvezetést, hogy most itt vagyunk, mindannyian kicsit más élet szemléletet képviselünk, itt vagyok én ugye, a szexi kalandor. Aha. Igen, oda osztályoztad magad, mint szexi kalandor? Akkor szerintem nem tudom, melyik az erősebb túlzás, a szexi vagy a kalandor. Tehát, akkor téged vinnének. Hát, ha te szexi kalandor vagy, én is veled nyaralnék. Ha ilyen egy szexi kalandor, ott álljam. Figyelj, nem tudhatod, hogy milyen rejtett tartalékokat tudok mozgósítani az adott pillanatban. Jó, akkor itt vagy te ugye a szexi kalandor. A szexi kalandor. Tehát kivel nyaral? Tehát, hogy ha mi közülünk, négyünk közül lehetne választani, akkor kivel a leg hát ezt most nyaralni. Nem tudjuk mi megválaszolni, mert most nem mondhatjuk azt, hogy így, Laci, nem mondhatja azt, hogy így, tehát, hogy ez mi eldönteni. Hát veled ugye Balázsra milyen lehet egy nyaralást? Hát ugye azt gondolom, hogy abból mindenből a legdrágább jön, nem? Nem, egyáltalán nem. Nem ugyanaz? Dehogy is. Habzsidőzsi, autogramok jobbra-balra, bakuk kattognak, piros hiányzik nagyon a nyaralás. Igen, a nyaralásnál azzal nem nagyon hiányzik. Marika, öcsi megint belement a vízbe, hallod, itt nézd már, itt az a gyökér, fotózzuk már a 10 000-ért, küld már a gyének. Fuldoklik a gyerek, amit akkor az ember Balázsa nem akar hallani, az a magyar szó, tessék? Akkor Balázsa nem nyaralnánk szívesen? Akkor te magad is kimondod, hogy te se nyaralnál magaddal szívesen. Én nem tudom, szerintem jó lehet velem nyaralni. Hát ezt mi nem tudjuk eldönteni, hogy most három közül kivel nyaralnál. Csak úgy derülhet ki, hogyha meghívsz egyszer. Igen, ha egyszer elmegyünk együtt nyaralni. Hát Ferivel az egyértelmű, hogy ott a teljes, a lakom, az italok, a tehát csak az élvezetek vannak, nem? Hát szerintem mind a hármukkal más. Más az akkor az. Hát az az. Igen, az. Ferivel is. Habzsidőzsi, tehát Ferivel, tehát veled csillogás, fény, nem, hampa. Nem, ez nem jó szereotípia. Kötek 20 000-esek. Dehogy is, nem. Veled... Szerintem mi a Ferivel hasonlóan tudnánk nyaralni egyébként, igen. A túlélő, illetve a teljesítmény túra az a Jani lenne. A Janival való nyaralást ezt picit hasonlóan képzel, mint a Rékával, hogy ott inkább hogy a kihívások állnak sorban, nem? Tehát, hogy te azért... Nem, nálunk egy kicsit beszűremlik a kultúra is. Nem, Jani a Mr. Belföld. Tehát ő a Mr. Belföld. Tehát aki külföldre menne, az közülünk kell, hogy válaszoljon, Jani Mr. Belföld. Ne, én velem csak Ázsia oda-vissza, vagy csak oda. Nem csak oda. Igen, utána egyedül jön. Hazajutás fakultatív. Igazából Balázs, hogy én vagyok Mr. Országi Más. Igen. Mr. Országi Más. Jó, de olcsón minden... belföldön. De azért kérdezem csak, hogy ez egy picikét büszkék vagytok erre, hogy a negyedik helyre azért odafért a szexi hódító, a csoki fiú. Ja, te. De miért mikor beszélsz magadról? Miért vagy csoki fiú, tényleg? Mert mindenki akar bele egy harapást. Na mindegy. Adom a szignált. Jó. Nem. Tehát azt gondolom, hogy kicsit kemények vagytok hozzá, mert most itt lenne az ideje, hogy büszkék legyetek rám. Nem vagytok, nem baj. Nem ez az, ami ma böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Én továbbra se értem egyébként, hogy most mi a baj. Tehát, hogy miért nem tudtok büszkék lenni arra, hogy ilyen szinten megelőzöm az országot. Ha veled vagyok, abba hagyod. Velem vagy? Veled vagyok. Abba hagytam. Jó.
megvan ma is, hogy miből ki a csőrömet, és tudjátok, az elmúlt napokban ugye ez elég komoly volt a napsütés, és tudjátok, hogy a napsütés olyan milyen hatással van rám. Bizony, a csoki fiúra. Így van, mindig is meg... Nem, az van, hogy sokat vagyok a napon, akkor mindig megokosodok. Tudjátok? Akkor ajánlanám a szoláriumot is. Befogod a szádat. Így van, akkor menjen mesterséges fényre is. A napsütötte napok száma most már rohamosan csökken. Igen, irány a szolárium, nehogy elbutulj. Kis szemetek. Na, ez most egy inkább egy praktikus dolog, rengeteget vásárol az ember, főzőcskézik, stb. Stb. És egy olyan jelenség lettem figyelmes, hogy egyébként évek óta zavar, és nem tudom túltenni magam rajta, és már-már egyébként gondolkodtam rajta, hogy orvosi segítséget is kérek, hogy elkezdődött egy nagyon szemétláda árukapcsolás. Egyébként ezt évek óta figyelem, hogy bevezetnek egy terméket, amit baromira szeretsz, ami baromira jó, jobb, mint a többi, nem tudom, stb. 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 Majd ugyanannak a cégnek egyébként vannak rohadmányos árui, amit nem tud ugye eladni, mert azok nem mennek meg, és egyszerűen nem népszerűtlenek, vagy valami egyszerűen nem annyira eltalált, vagy jól sikerült darabok, és szépen elkezdik összecsomagolni neked, és elkezdik olyan akcióként hirdetni, hogy egyébként ezzel milyen jól jársz, kettőt fizet, hármat kapsz, ami nagyjából igaz csak, de a lényeg az, hogy a jól sikerült dolog mellé, a sláger termék mellé szépen odaragasztanak kettő ilyen rohadmányos valami gombakrémlevest, és szépen együtt tudod csak megvásárolni, tehát rád erőszakolják azt, amit nem akarsz megvenni. Tehát nekem például volt egy ilyen kedvenc szendvics, ami ilyen Mirelit szendvics, egy szalám is, amit benzinkutakon lehetett tenni, vagy vásárolni. És mit az a üzemanyagot adnak mellé? Egy litert vagy. Nem. Hanem azt összecsomagolták úgy, hogy hármas csomagban, a középen van egy szalám is, az egyik oldalán van ilyen kamuhalas, tonhalas, a másik oldalán meg egy tormakrémes. És ha ezt a hármas nem vetted meg, akkor egyébként már szalámi szendvicset ettől a cégtől nem tudtál venni. Tehát, hogy gyakorlatilag elindult egy ilyen folyam, egy ilyen árukapcsolás. Ti találkoztatok már ezzel? Látom Balázs arcán, hogy mennyire. Találkoztok bármilyennel, amikor összecsomagoltak valami? Filmeknél. Én marhára utálom ezt, hogy van például, amikor készítenek egy ilyen műfajilag kompakt kis összeállítást három filmből. A három filmből egy jó, a másik kettő pedig a rakat kaka, és meg kell venned azért, hogy ahhoz az egyhez hozzájussa, ez iszonyú idegesítő. És drágában adják, mint az egyet? Mert úgy is szokott, hogy egyet hozzácsapnak. Még ez is előfordul egyébként. Aha. Néha, de így tudod csak megvásárolni. És közle. Szörnyű. De ne, egyébként is le. Na, el szeretek gyűjteni. Na, te rohadt témagyilkos. Csak van film, miért nem tölted le? Hogyha van valami nagyon jó film, azt megvásárolom. Ez teljesen egyértelmű, hogy ott legyen otthon szépen a polcon. És a másik kettővel mit csinálsz, amit pluszok? Nekem, semmit. Ha húzok majd karácsonyra, és te akkor lesz, akkor nekem, tudom, mint tavaly is. Tehát semmi baj, értelem. Filmkosárat kapsz. Balázs, semmi? Nem találkoztál ezzel a gyalázatos történéssel? Gyere, mondj valami szemétséget. Gyere, mász a lelkembe, te rohadék. Nem akarlak már, nem gondolkozom, hogy mi az, ami így idegesít, de most így hirtelen. Nem találkoztam még semmilyen árukapcsolással, tehát ilyen árukapcsolással, amikor rátukmálnak valamit, és meg akarsz venni valamit, és rád erőszakolnak még mellé kettő mást. Hát nem, például nem a Super TV 2 van egy csomó jó személy. Igen. És oda hirtelen beférnek olyan műsorok, amiket az ember nem tud. Elmondom nektek, hogy aki velem van, aki hangsúlyozom, hogy nem arra tudom, aki nézi a műsort, már van egy szép beátrajongotában, azt szereti, és egyébként múltkor kaptam. Nézi a család, maradsz csöndben, és a másik. Már a család is maradsz csöndben. És a másik egyébként most kaptam egy nagyon kedves üzenetet valakitől a Facebookon, aki azt írta a műsoromra, hogy ő csak azóta nézi, amióta én vezetem. Írt. Na! Szerintem ez Kis Péter lehetett a tévéket. Csak azóta nézi, és most egyébként... Nagyon jó vagy, Tibi, nézze a műsor, miért elvezetett. Csöndben vagy. Még együtt találtuk ki, ebben még a te kezed is benne volt. Csöndben vagy. És a másik egyébként, amit most kaptam szintén, és nagyon-nagyon hízegő, az egyik posztban megkérdeztem, hogy nézitek, hogy meg fogjátok-e nézni ma este, odaírta valaki, hogy nem. Persze, igen, veled vagyunk, majd 10 perccel később megkérdeztem, hogy nézitek, utána reggel válaszolt, elaludtam. Igen. Na mindegy, a lényeg súlyos, az, súlyos, a lényeg súlyos, az súlyos dolgok ezek. Hogy azért vannak támogatók, de félve kérdezem, hogy az ilyen árukapcsolások. Azt tudod, hogy egyébként, bocsánat, tegnap... Gyere, igen. Mondja. Nem, van bennem egy ilyen mazohista vonal, tegnap belenéztem. Nem mazohista, ezzel, mert a rohadék. Azt tudod, hogy mikor véget ért a halatortán, akkor utána egy 2 perces fekete volt, mert én már... Én is észrevettem. Már ült a technikus, hogy indítsam, ne indítsam, egy perces fekete volt a műsor, de mondom, figyelj, ezt már elindítani is akarok. Ott volt, de ott volt a fekete. Láttam én is a feketét, és megmondom őszintén, hogy... Ült a technikus, nyomjuk, kirúgnak, menjen. Nem ült a technikus. Egy perc fekete volt. Annak már mérhető volt a nézettség. Az egész, de elmondom nektek, hogy a halatortát mindig verem,
és egyébként aki elkezdi nézni az elején, az valamilyen módon ott marad. Tehát valamilyen hipnózist végrehajtott, mert elejétől a végig, aki elkezdi nézni, hol van ez a rohadt távirányító? Nem, igen, annyira ledermet, hogy nem tud fölállni. Nem az van, megmozdulnék, de nem tudok, anyu, kapcsold már ki a tévét, én is lemerevettem, baszott. Nem bántjuk a saját vérünket, aki kis csatornán próbálkozik. De nem lehet, hogy a Super TV 2 előre gyászolt, hogy berakták ezt a feketét, tudod? Tehát, hogy van. Mi is tudjuk, együtt érzünk, előre gyászolunk, bocsánatot kérünk. Egy perc fekete volt, mondom, nem akarják elindítani a Tibi műsorát. Mi van? Nem merték, annyira jó. Annyira jó, tudták, hogy nézed, és adtak neked lehetőséget arra, hogy ne szenvedd el ezt a fajta kulturális sokkot, hogy te bátrabban lépjél neki a sajátodnak, és ne zavarja téged az, hogy egyébként már ott megyek előre, mint egy lángoszlop. Istenem, csak tényleg. Balázs, ilyen mértékkel. Kicsit felhoztuk, mi hoztuk, mi kezdtünk el beszélni a te műsorodról. Úri emberek vagyunk, minden kedden megálljuk, hogy nem kezdünk el téged sem ekézni, sem bántani a tegnapi miatt. Most sem mi hoztuk föl, úri emberként hallgatunk. Ki hozta föl? Te hoztad föl a saját műsorodat, hogy már nézik hatan. Nem, te személytád. Te mondtad, nem, azt mondtad, hogy a Super TV 2-n is van árukapcsolás, te hoztad föl. Akkor már ezt kiírom neked a megszállást, a műsort te keverted bele. Nem, én alapvetően nem, de ha már így rákérdeztél, köszönöm szépen. Minden rendben van, minden hétfőn este. Na igen. Emberek. Emberek, ne ábránduljatok ki a műfajban. Ha meglátjátok a feketét, akkor tudhatjátok, kapcsolják a ravatalozó. Élő kapcsolás a sírkamrából. Csak ne ábránduljatok ki a műfajból. Balázs, befogod a szádat. Na, visszatérve az eredeti témához, hadd kérdezzem meg, jogosan böki a csőrömet. Egyébként ez a fajta negatív árukapcsolás, Balázs, hoz ítéletet, kérlek. Egyes szintű, indokolatlan csőrömet. Ja, nem ezt a kapcsolatot. Nem, jó, oké. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Na, hát ott ezt megérdemeltem. Tudok én adni is. Na. De majd mindjárt elveszünk. Te Balázs, te veszed el mindig a papíromat? Minden papírt begyűjtesz, ami van az asztalon, és mindig stózban raksz? Azt hittem már nem papírról dolgozol. Csak amit észrevettük, hogy lopod az adásmeneteinket, hogy legyen miből dolgoz. Igen, azóta minden papírt elrakunk előre, hogy ne halljuk hétfőn este vissza a kasszába. Kicsi húszár. Figyú, azt hittem, hogy nincsen nálam egy papír, amin esetleg van egy baromi jó kidolgozott téma? Kutya fáját, kicsit azt hittem. De van! Ezt imádom még mindig. Na ez a lényeg, akkor valamit szeretsz. Laci bent telefonál. Köszi. Igen. Na, figyelj. Hát családi hangulat. Egy csomó dolgot megnézzünk egyébként, mielőtt elkezdünk párt választani. Ugye megnézzük a horoszkópját, ti mi alapján, vagy van bennetek bármilyen... Nyugi, tehát most egy párkapcsolat téma jön, akkor megnézed a horoszkópját. Te nem találkoztam, talán nem randiztatok abban az időben. Én rengeteg olyan ember randiztam egy időben, aki konkrétan azt mondta, hogy mi a csillagjegyed, azt mondta, hogy halak. Te fura, ja, akkor fizetek. Te abszolút, tehát egy csomó dolgot megnézel valaki, de nem tudom, hogy megnézzetek. Nálam mersegart. Micsoda? Ennyi, melseggarsz. Így van, utána a horoszkóp is jöhet valamikor. Ha már túl vagyunk, ha már nagyon unatkozol egyébként a szex után az ágyban. De van egy kimutatás, ami megmutatja azt a párválasztás előtt, egy kicsit ebből meg lehet okosodni, hogy melyik szakmánál a legjellemzőbb, illetve a legtöbb a válás. Nagyon érdekes a dolog egyébként, mert baromi logikus, hogyha megnézed. Ti például gondolnátok, hogy mondjuk mi áll az első helyen? Melyik szakmában van valószínűleg a legtöbb válás? Hol vannak? Patológus. Miért válnál a patológus? Hát, ha hazamész azzal a kézzel az asszonyhoz. Hát, szerintem nem. De. A patológus, aha, miért? De. Valószínűleg nem, párja van, teljesen természetes a halál. Bemegy, megvizsgálja, megnősül, hát. Szerintem a patológus nem. Tehát orvos vagy, intelligens vagy, ez a foglalkozásod. Aha. Mitől válnál, hogy sok az alkoholista, amik a patológusok között, mert nem bírják földolgozni, és mondjuk elkezdenek inni, vagy... Azt mondják egyébként, ennek sokkal ilyen prózai boka van, hogy érződik rajtuk. Jaj, azt, nem hogy egész áll, nap jaj. Halottak, de a vegyszerek, meg ilyesmi. Ja, az simán lehet egyébként. Hát kérdés, mennyire komoly ez a kutatás? Egyébként ez érdemes lenne elgondolkozni. Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk valaki elkezd inni egy bizonyos munka miatt, és egyszerűen nem bírja feldolgozni azt, amit csinál. Nem, egy helyszínelő, egy rendőr, egy mentős, egy patológus, és mondjuk emiatt. Igen, csak a következménye miatt... a munkának. Hát, de amiatt tudsz elválni. De szerintem egyébként ezek a rákhalász meg. Tehát amikor tudod, hogy hónapokra elmegy a párod, vagy adott esetben egy kamionsofőr. A kamionsofőrt azért nem gondolnám egyébként, hogy az egy ilyen, mert az, amikor viszont hazaér.
az oda teszi majd. Utána behoz minden. Két havonta egyszer, de akkor... Fia, az akkor olyat csinál, biztos, hogy... egyébként abban van valami jó is, hogy ugyanakkor te mondjuk egy hónapot elmész, két hónapot itthon vagy, egy hónapot elmész, tehát ez egy hosszú kapcsolat, a kapcsolat titka is lehet, hogy egyébként úgy tudsz valakivel együtt élni, hogy közben azért tud a másik 8 év, 10 év után hiányozni, várod, hogy újra együtt legyetek, tehát az amennyire átok, annyira tud inspiráló is lenni. Vagy annyira nem fárad el mondjuk a dolog. Na, ki van erről? Patológus, mondom nektek, hogy ki van, gyerünk hátulról. Jó? Ne haragudj, azért nem mindenben tartanék veled, ezt hagyd meg inkább a barátnődnek. A mellemre is, Mali. A mellem nem rossz, de azért ezt inkább a barátnődnek tudod. De ez a trottyosság. Trottyos. Na jó, nem trottyos, kisfezes kubai srác. Ezt akartam mondani, hogy szerintem egyébként halál filigrán. Na, minden lényeg az, hogy a tizedik helyen a százalékos válási arány tekintetében nem mások állnak, tehát a legkevesebb válás a sztároknál van. Tehát ez egy tök fura dolog. Ne, abszolút. Szex gyógyít. Ja, ez nem ide van, igen. Mert ugye benne van az, hogy, hogy rengeteg felajánlkozó rajongó van, nagyon nagy a csábítás, nem tudom, bla bla bla, de ugyanakkor mégiscsak ott egy picikét, hogy jobban benne van az ember, vagy ott van a rivalda fényben van, kiderül, nem tudom, az olvasó riporter fölnyomja, nem tudom, egy pletyka lesz, egy kommentbe odaírják, tehát hogy, hát hogy állítólag ez egy nagy visszatartó erő, és látok a sztároknál egyébként az ilyenfajta sztoriból adódó, tehát hogy a munkájából adódó válás az állítólag a legkevesebb. Hát szerintem, hát, ha fölítjük most bármelyik ilyen színes bulvár, tele lesz válással. Tele, ez szerintem hülyeség, ez hát rengeteg. Nem rendeg... fordítva nézed a listát? Rengeteg képernyőszerzők, színészek, műsorvezetők, állandóan azt hallod, nyilván többet is hallasz róluk, mint hogy orvosok közül hányan válnak, de szerintem már sok kapcsolat esik szét. Mondom, ki van elő, jó? Na. Csak azért, hogy hát, hogyha itt most ti is megokosodtok velem a napsütésben. A táncos és koreográfus. Ez milyen kutatás? Nem! Valami bulvár magazin kutatás? Hogy mi az, hogy a táncos koreográfus válik a legtöbbet? Ott van 43,5%. Na, az már szerintem hitelesen. Szerintem is. De ott ennyire azért... egyszerű a sztereotópia, jó csajok között dolgozik, biztos. Mondom neked, jó, engedd meg, hogy elkápráztassalak téged konkrétumokkal, hogy nehogy véletlen a felkészületlenség posványos mocsarába vizionáljátok. Ú, ez jó mondat volt. Hát, ilyeneket kérem. Ez már elődel hétfőn. A rohadt életbe itt elpufogtatom. Már elhangzott, azért ne lőjjel minden patron. A rohadt életbe elpufogtatom. Tehát mondom neked, hogy a táncos koreográfus miért válik. Többször szenvedély, düharag, féltékenység, szélsőséges érzelmek megformálása más-más táncpartnerrel, sok-sok közös próbával, testiséggel. És ez könnyen kikezdi. A hűséget gyakori, hogy a nagy tiszteletnek örvendő koreográfus és a rá rajongva felnéző tanítvány munkakapcsolata csap át intim viszonyba. Most mondd azt, hogy ez nem véd. Tehát ez, hát lehet, ez de hogy a legtöbb van. Közülük van, azért ezt így nem gondolom. Figyelj. Ki van még a listán, vagy mi mondom van neked, például, ami az egyik nagy-nagy kedvencem, az ötödik helyen van a gépkezelő. Jézus Isten, ez két horoszkóp írás között megírta valami otthon maradt nyugdíjas néni, aki ezért kapott 6000 forintot egy tévéújságtól. Tehát, ez reprezentatív. Az biztos. A gépkezelők. Hát. Mondom neked, de várjál. Mondom neked, hogy miért. Mert monoton munka, nagy zaj, több műszak hétvégével. Bármi jöhet, ami megtöri az egyhangúságot, például egy titkos és szenvedélyes viszony, s ha az asszony meg tudja és válni, akkor se baj, legalább nem egyhangú az élet. Mi ez a, gyerekek, ez a közhely parádé? Ez reprezentatív. Van benne bármik szerek, azt is láttam. Mutatom neked, a bárpultosnál 38,43. Na, a bárpultosok válásáról aztán rengeteget ott hallani. A csinos csaj kér egy mojítót. Megcsinálják, leteszel, kifizeti, és már is egymásba szeretem. Nem, elmondja a bánatát a bárpultosnak, ugye ott kiönti a szívét, hogy megcsalt, miért iszik, ugye ott az italtól még megcsalt az a szemét. Így van, és akkor te oda mész. Megcsalt az a szemét! Mohító! Megcsalt a szemét, rohadt állat! Nem érted? Pinakoláda! Igen. Tibi, százszor megmondtam már, hogyha témát keresel, azt ne a bravótokba hozzad. A rohadt életben. De nem annyira... Ne a szexszerelem gyengétség rovatot a bulidát, hanem nézd valami komolyabb orgánumot. Annyira szerettem volna azt a felnyalhatott műtetoválást, hogy muszáj volt megvenni. Figyeljetek, az a baj, egyszer nem kellő komolysággal kezelitek. Mondok még nektek mondjuk mást. Élelmiszeripari és dohánygyári dolgozó. 29,78%. Hát gyerekek, nem lehet dolgozni. Tehát most vagy csináljuk, vagy ne, te érted? Tehát, hogy ez, hogy most bejövök ide, és nem foglalkoztok komolyan egy ilyen szintű reprezentatív kutatás eredményével, ezt érted? Azért én sem. Na mondj még egyet, ki van még egyet. Egy utolsó. Jó, mondok akkor neked egy olyat. És ez egyébként jó. Egészségügyi ápoló.
Most azt nem mondjad nekem, hogy amikor benfekszel, mondjuk sok beteg láttam, mi? Hogy nem, hát ki az, aki nem kíván meg mondjuk egy frissen műtöttet. Nem, de mondjuk, hogy nem kívántál még meg egyszer szexi nővérkét, mikor benfeküdtél. Most nagyon őszintén, mindenki itt van. Én mikor például Vakbéllel benfeküdtem, azért megmondom őszintén, hogy egy-egy, tehát azért ott csábítónak tűnik egy-egy ilyen kis suhanó nővérkét. Szexi megkívánod, amikor beütöd a számítógépet, de amikor te ott fekszel betegen, én hogy vállalom. Ez az utolsó, ami eszembe jusson. Igen, ha katétert cserélnek benned. Igen. Ha még oly szexi is a nővérke. Én amikor küzdöttem, vakbélműtét után nyomorultan küzdöttem a kacsáért, és próbáltam fölvenni, nekem igenis, amikor jött be a nővérke, abban volt valami. Tehát nem tudom. Tehát már a kacsába? Így van, megkívántam a kacsát. Azt mondták, hogy Tibike, sikerült, jaj, de jó, tapsoljuk meg műtét, beletalált a kacsába. Csak egy picikét ment itt félre, egy kis 3-4 dekácska, de azt visszakaparjuk, majd fogunk majd egy picit. De hozzáteszem azt, hogy pedig előtte kikötöttem, hogy állattal soha, de ott feladtam az elveimet. Tibi, ezerszer kértük már a kacsába csak pisilni. Csak pisilni, Tibi. Nem ki tud menni a vécére, ne legyünk ennyire lusták, Tibi. Szóval nem, egyszer nem volt egy nyomorúságos bentöltött egy hét kórházban, amikor megkívántatok volna egy nővérkét. Ne állsz. Utoljára hál' Isten lekapogom, 12 évesen voltam kórházban, akkor meg... Jani, te aki nagy támogatom vagy ebben a dologban. Az az igazság, hogy amikor én utoljára a kórházon akkor voltam, egy sürgősségi ellátáson, akkor én nem kívántam meg a nővérkét, mert ő éppen akkor borotválta le az én nemesebbik részemet egy forrázás után. Tehát, hogy akkor nekem minden eszembe jutott, csak az nem, hogy megkívánjam őt, ráadásul, ha jól emlékszem, egy kis bajuszkája is volt. Hogy forráztad te le a kuksid? Leöntöttem magamat kutyakajába. De akkor hogy volt utoljára, ezt 15 évvel ezelőtt, mert azóta nem voltam sok kórházban. Azóta nőször vagy, azóta tök csempe vagy? Azon a részen nem nő. Azon a részen nem nő. És mi beleégett egy vízjel, vagy mi van? Vagy az ilyen foltokban kopasz? Ott világosabb egy picit. Igen? Világosabb. És bekened alapozóval? Hogy nem. Persze, utána puder ezek reggel. Hát, jót dumáltunk, nem? Tibi. Figyeljetek, akkor legyen az a vége, egy pozitív kicsengése legyen, hogy azért, mert én vagyok a negyedik legnépszerűbb ember az univerzumban, jogos a taps és a sikoly. Hm. Mérje, Hulk! Legyen. Na még egyszer! Miért tapsoltunk? Hogy a pozitív végkicsengés miatt, hogy már csak egy kaszasó van hátra az évadból. Drága rajongóim, évvégéig megyünk, és tavasszal újra folytatjuk, és veletek vagyok, és a szórakoztatás felső fokon. Az a dolog, hogy te velük vagy, az a kérdés, ők velem vannak. Ők is velem vannak, most jött meg, a tegnapi adás volt egyik legnézettebb eddig. Köszönjük, veletek vagyok. Szabad szemmel már látható a görbét? Te szemét látod. Balázs, legyél jó nyertes. Nyertes? Mi még el sem kezdtük, lehet, hogy akkorát bukunk. Nem is vagyunk egy műsoridőben, nem nyerhetünk ellenet, hát nem vagyunk egy műsoridőben. Hát a hétfőn vagy, mi vasárnap este leszünk 9 órától. És egy csúcsot. Na jó van, csőcsempék. Szevasz Tibi, köszönjük. Jövünk mindjárt. Köszi. A nap legjobb pillanataival, 3-4-10 lesz pontosan, 6 perc múlva. 3-4-10 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani menetrendszerűen elhagyta a stúdiót, ahogy kell. De ma már egyszer elhagyta. Hát, nem, már itt van. Úgy látszik, hogy a telefonja kijelzett egy új ATM automatát. Így van? Á, látom, hogy Tibi megy el, és keresgéli csak a papír zsebkedet, keresgéli, azt gondoltam, ki segít, valami a könnyeit. Tényleg egyébként teljesen felfoghatatlan, hogy minden nap egy maraton, 30 napon keresztül, plusz még ugye a bringa, meg az úszás, ami már csak így az apró. Tehát, hogy így elképesztő. Egyszer elképesztő. Szörnyi Ferenc is visszamegy arra a bolygóra, ahonnan jött. Ez egész biztos. Ő egy UFO. Hát de most miért bántott? Kicsit felkelt, elmacskásodott, és egy hét után lefutott egy maratont. Hát most na, azért ő is készült rá egy hetet. Jó, csak 4 órás maraton volt. Egy hét után ráadásul biztos kétszer kiment futni előtte, vagy valami. De az mi, hogy így megriaszt tényleg 40 akárány, és hogy kéne valamit mozogni, kicsit futogatsz egy hetet, és azon a héten, a hetedik napon lefutsz egy 42-t. Hmm. Azért genetikailag erre születni kell, nem? Azért ez kevés embernek. Meg Csabi, hello! Például nekem sem, igen. Hát ezt a sokunknak ne ostorozd magad, hát ez elképesztő. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Ha mondja, hogy morning show, övi az ajándékcsomag. És el is küldjük. Igen. És egy 10.000 forintos nem akármilyen kis ajándék. Bizony. Ez? Nem az van. Még egy esélyt. Hát ez kinyomja. Jó, akkor mondom. Másikat. Ezt azért ne hagyjuk veszni, ezt a kis éttermes ajándékot. Hát nem.
sztereóban. Igen, mert egy nagyon komoly ajándékunk van közben. Egy 10.000 forintos kis, hát mondhatni ajándékutalvány, ugye? Ami akár két főre is jó, sőt, az két főre is jó. Budapest nemrégiben nyílt legmenőbb klubjába is étterni. Leges legmenőbb. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Hello, sziasztok. Nem írtad alá, te se, hogy hívnak? Józsi vagyok. Hello Józsi, azt írtad nekünk, elfagyott a vízcsap, hívtam a szerelőt, mondom neki, hogy nincs víz a lakásban, azt mondta, fizessen be a csekket, és lerakta. Így van, csak azt tudni kell, hogy a szerelő az egy közeli barát volt, szóval hülyéskedettem. Akkor mi is csak hülyéskedtünk. Akkor most mi is letesszük, igen. Na figyelj, van egy nagyszerű hírünk a számodra, hogy a nap hallgatója ajándékcsomag mellé adnánk neked egy 10.000 forintos kis ajándékutalványt. Pesti vagy? Most éppen Lőrincen vagyok, de vidéki. Lőrincen vagy, jó, de jársz Pestre, az a lényeg. Persze. Nemrégiben nyílt Óbudán egy vadonatúj hely, ami most szerintem az elkövetkezendő hónapban, vagy a hónapokban a lehető legmenőbb helyé lép majd elő itt Budapesten. Napközben étterem, este 11 órakor fény, hangulatváltással egybekötött zenei klub lesz, és brutál jó látványkonyha, hihetetlen séfek, brutál jó hely. Erre szeretnénk téged elvinni. Ott leszek. Jó, kit viszel magaddal? Senkit egyedül ajánlom meg az egészet. Na, a feleségedet, elmentek egy miért péntek. Pont egy péntek szombat este, jó zene, jó hangulat, jól fogjátok magatokat érezni, menő hely nagyon. Nem bánjátok meg. Jó, nagyon szépen köszönöm. Egy egész kicsit azért örülsz, hogy elviheted a mikrotonkra a feleségedet egy ilyen helyre? Hogy ne örülnék neki. De még mindig nincs víz. Belülről robbanok. Te is belülről robbantasz pesgőt, mint sok magyar, igen. Igen. Na nem baj, érezzétek jól magatokat, biztos, hogy jó lesz. Jó? Köszi szépen, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Olyan látványkonyha van, te is imádnád. Igen? Igen, ott sütnek, főznek előtt. Látod? Az de jó. Az jó dolog, nem? Azt szeretem, mert tudod, hogy mit csinál, hogy csinálja, meg jó a látvány. Még akkor, ha nem is érted, hogy mi az, ami ott folyik. Ilyen Gordon Ramsay is a dolog, ami úgy néz ki, hogy van az étterem, üveggel van elválasztva, és az üveg másik oldalán már asztalok vannak, tehát ha ott foglalsz helyet, akkor ott közvetlen egy méterre tőled készül el a vacsorád. És ugye a Gordon Ramsay is ugye középen van a konyha, és mellette az asztalok, na hasonló ez is, hogy ott ülsz a konyha mellett tulajdonképpen. Nagyon jó. Csabikám, remek zenéid lesznek? Köszönöm kérdésed, Alex Hepburn-t ajánlom nektek, akinek most márciusban jelent meg az első lemeze, a Together Alone. Audrey öccse. Hát, vagy fia most már. Így inkább. Van, vagy unokája. De ő ráadásul lány. Tényleg? Alex, ő lány? Ezzel a névvel. Ja, tényleg. Aha, hát nincs rokoni kapcsolat a híres színésznővel, viszont végigjárta a fesztiválokat idén nyáron, most meg már saját bulikat csinál. Nem most mondod. Éppen turnén van, Franciaországban kaphatják előtt a kedves nézők, viszont itt a Hilásság műsorban ugye a legújabb dalát, az Under-t, azt azért lejátszunk. Nagyon jó hangja van, figyeljetek rá. Meghallgatjuk. Csabitól lehet dalt kérni, egészen bátran, nyugodtan, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.